köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, ak sağıtı kötü. Fantasztikus előadásnak vagytok előtte, úgyhogy hallgassátok nagy szeretettel Kalmár János. Szeretettel köszöntök minden kedves előadót, aki megtisztelt, hogy ilyen késői órákban még, hiszen szombat este van, és megvárt, és megpróbálom meghallgatni az előadásomat. Ilyen kedves szavak után, és ilyen olyan előrevetített gondolatsorral már nagyon nehéz lesz nekem hoznom azt, amit itt nagyon kedvesen említettek, de megpróbáljuk témát tárgyalni végül is. Az előadásom két részét szeretném ismertetni, az egyik a most látható vetített világ lesz, a másik rész pedig a tudat evolúciója, vagy másképpen tudat revolúciója. A vetített világ aztán egy kis eligazodás segít abban, hogy napjaink miért úgy történik napjainkban minden, ahogy történik. Különösen itt a magyarokra gondolok világ, ebben a hazában lassan kisebbségben vagyunk, ezt meg kellett, hogy érje az ember, de én azt gondolom, hogy nekünk van valami ezen a területen, ami nagyon sok nációnak csak lényritka és lényüres tér. Éppen ezért ezzel jönünk el. Ez a hatalom. Ezzel tudom csak dolgokat megváltoztatni. Én magamból talán annyit, hogy a Magyarok Fogadható Szövetség elnöke vagyok, többek között, és nagyon régóta, közel 23 éve foglalkozom az úgynevezett összeesküvés elméletekkel, ami ma már nem így kéne mondani, összeesküvés gyakorlatokkal. Az, hogy mi miért történik úgy, ahogyan történik, hát azt elsősorban nemzetközi vizeken kell keresnünk, és másodszorban hazai vizeken. A kettő viszont szervesen összefügg. Nagyon sajnálom, hogy nincs idő, mert még a Salamon király kulcsának titkát azt gondolom, hogy egy kicsit úgy ébresztő lehetne, és igazán ezt is szeretem csak mondani, hogy ébresztő. Nagyon késő van. Nem most este, hanem úgy egyáltalán. A nemzetközi háttérkormányzatok egy új rendszert akarnak kidolgozni, ahhoz azonban, hogy minket megtévesztenek, nem csak magyarokat, hanem az emberiséget, ahhoz ez a vetített világ, amit most fogok látni, az szervesen meghatároz mindent. Most nézzük, mi is ez a vetített világ. Hát az, hogy ez egy titkos katonai projekt, arról nem is beszélek. Mert hogy azok a titkos szolgák, vagy rabszolgák, akik az emberiséget elárulják, azoknak semmi se drága. Egyszer egy alkalommal megkeresett egy ilyen tiszt, és azt mondta, hogy nem akarná-e abba hagyni ezeket a kutatásokat. Mondom, abszolút nem. Pedig jó lenne. Mondom, miért csak az utolsó cseppére még fogom ezt kutatni? Mire annak válaszolt, azt mondja, János, maga csak ne emlegesse azt az utolsó cseppet, az könnyen kicsortulhat. Mondtam, higgy el, féltem, amíg érte. Rám nézett az a nagy értelmes légy szemével, és akkor ezt hogy értem? Úgy, hogy maguk eladták a lelküket egy olyan hatalomnak, aki emberiség ellenes. Nem csak hazai vizekről beszélek abszolút, sőt, kifejezetten nemzetközi. Viszont az, hogy ez megtörténhet, nem is gondolják végig, hogy a maga gyerek ugyanilyen rabszolga lesz ezekben a társadalmi formációban. Még jobban nem érted semmit. Na, akkor máshogy mondom.
Féltem, amíg éltem, amíg az én családomat tudatosan szépen szedték. Gyönyörű házasságban éltem, és nagyon-nagyon kellemes körülmények között. Addig féltem, nem magamért, a családomért, féltettem őket. És addig féltem, amíg éltem. De most elvették azt, amivel már nem tudnak mit csinálni. Engem nem tudnak megkérdeni, de ez engem már nem érdekel. Azt mondja, hát pedig meg lehet, tudom, nézze az utcán kétféle kutya szaladgál. Az egyik, amiben belerúgnak, szűkölve elszalad. És van a másik, ami visszahal. És már csak az a kérdés, hogy van-e maguknak annyi intelligenciájuk, hogy eldöntsék, hogy vajon melyik kutya vagyok. Ezt csak azért bevezetőnek mondanám, hiszen minden ezt a célt szolgálja a világon, most már hazánkban is, és özenem tenni kell. Nos, haladjunk akkor egy kicsit nagyobb tempóra kapcsolva. Nevezetesen az úgynevezett Clauer, vagy... Tessék? Semmi sem akar. Nos, azért szeretem ezeket a dolgokat elmondani, pár gondolat. Volt ma már ilyen? Nem jó. Mert itt lehet majd tetten érni azt, hogy mit tesznek ellenünk, és hogyan. Nos, ugye ez a három titkos projekt, ugye a cover, a hack és a beam project. Hát megnézzük egyesével. Itt a híres felhő vagy lóhere projekt az a cover. Azért izgalmas, mert aki fölnéz manapság az égre, nagyon jól láthatja, hogy ilyen össze-vissza firkált. Sokszor körzőt és vonalzót is lehet látni. Szabadka vonalségnek a tipikus története. Most ott vannak jók, és vannak rosszak. És a rosszak most igen túlsúlyban vannak. De hát mi is ez? Ezek az úgynevezett chemtrailes repülők és nagyon zseniális kép. A válogatást azt én magam tettem meg, ha mondandónak megfelelően. Ezért hát igen kifejező az Amerikai Egyesült Államok, aki élen jár ebben a projektben, Európát, és elsősorban Amerikára koncentrálnak, Afrika nem kell nekik. Ugye ezek a felhők elsőre azt gondolnak, hogy kondensz csíkok. Az még csak jó is lenne. De hát ez nem. Nézzük meg ezek a repülőgépek, ezeket az úgynevezett kémiai szállítók, kémiai anyagokat szállító repülőgépek, most, mikor itt ülünk benne, most is szórják az eget. Van ennek több vetülete, ezt végig szaladunk, hogy melyik mi. Annyira haladt a dolog, hogy régen ez csak a hadsereg kezében volt, de ma már a, hát most már ugye malév az nincs, ugye, de amíg volt, most is vannak egyébként gépek, amelyek ide járnak, ugyanígy ilyen speciális szerkezeteket szereltek föl. Mert nézzük csak, ez itt a hajtómű, nem ez. És ebből ilyen fúvókákon keresztül, nézzük meg, változatosabbak, tolják ránk ezt az úgynevezett kémiai anyagot. Mi lehet a cél? Csak a georgiai körre gondolok, azt azért sokan tudjuk, ugye, hogy georgiai kő miről szól. Fél milliárd ember maradhat csak a Földön. Ki lesz a 6,5 milliárd, akinek mennie kell. És ezt leülnek emberek és megbeszélik. Döntenek fölöttünk. És mi van a sok lúttal? Mert hogy a disznó az dolgozik. Most nézzük meg, hogy milyen anyagok vannak. Ez például a gépkocsinak a teteje egy parkban. Az oldalfalán az ablakainak ilyen sárgás, savas anyagok vannak. De ez csak egy dolog. Nagyon szimbolikus és zseniális ez a fotó. Valóban halált osztanak. Nézzük csak meg, hogy ebben a műveletben milyen anyagokat, alumínium, arzén, magnézium, tálium, cink, asprom, és a megdöbbentőbb, ami ott mellette van, hogy 780-szor több, 5-9-3, 4000-szer, 300, 8000, 2000, 4000-szer több a megengedetnél. Azon el kell gondolkoznunk, meg azt meg kéne nézni a statisztikákat, hogy hullik a nép. De addig, amíg egy horvát professzor bemegy egy egészségügyi miniszterhez Magyarországon, és azt mondja, professzor, ez a miniszter, ne vicceljen,
Hát hallanak a magyar emberek. Képzelj el, amit kitaláltam, nem hallhatnának meg a magyar emberek. És fölteszi a Magyarországon lévő magyar volt miniszter, illetve egészségminiszter. Miért jó is az nekünk, hogy a magyar ember nem hall? Tessék elgondolkoznunk, és erre tenni kell. Most nézzük meg, hogy ezeket a különböző anyagokat, amit az előbb mutattam, most megnézzük, hogy őrölt állapotában, aztán oldottan, ezeket szórják be ide az éterbe. Ott van az arzintól kezdve a bárium titanit és a báriumnak az a cseppformás állapota. Katonai repülőgépek azok, amiket ezen keresztül szórják elsősorban, ott nagyon nyíltan. Viszont a polgári repülés is ugyanígy. Bróntól kezdve, hát ugye tudjuk, ismerjük, hogy ezek azért igazán az élet alkotó elemei. Magnézium, és az őrleményekben próbálják ezeket mind nekünk. Mire hatnak? Hát ugye nézzük meg, hogy elsősorban az érrendszer teszi tönkre. Aztán, amit itt látunk, ez végig ugyanaz, tüdőre, bőrbetegségekre, a különböző bélrendszeri problémákat okoznak, az agyra hatnak, tehát az Alzheimer-kor, meg ezek nem a véletlen művei. Ezt nagyon régóta nézzük ezeket a kísérleteket a gyakorlatban. Aztán az izomrendszerre hatnak, és hát ugye a fogantatásra. Ma Magyarországon hatalmas arányú az a fiatal embereknek a száma, akik egyrészt vagy impotensek, vagy pedig egyszerűen életképtelen hívásaik vannak. Nem kell többet tenni, pusztul a magyar. Nézzük meg, hogy nátha. Ez az, amikor minden ok nélkül mindenki náthás. Prüszköl állandóan, nem is érti, hogy miért. Semmi bajom nincs, de mégis. Hát ezért bőrbetegségek. Aztán, hogy az Alzheimer-kor, amit már említettem az előbb. És közben tonna számon nyomják ezt éjjel-nappal. Nem csak Magyarországon, hiszen erre jegyzem meg. A különböző szemletegségeket, fejfájásokat, az ízületi fájdalmakat. És nézzük meg, hogy milyen korcsosulások jönnek létre. Ezek nem azért, mert hogy csak úgy ilyenek voltunk, nem. Teljesen egészséges genommal rendelkezik a magyar nép. Csak hát így már nem. És az álmosság, a különböző fehérvérűség, ez olyan méreteket kezd ölteni, hogy hihetetlen, de hát érthető ilyen kemikáliák mellett. A szívbeteg. A fiatalok a hirtelen halál az olyan gyakori már, hogy egyszerűen döbbenet. Az egyik baráti körömben 19 éves volt az egy kis rác. Jó, testes, erős legény volt, ment az utcán, összeesett, ott meghalt. Futballisták, ott jön ki a legjobban, mert ott a komolyabb igénybevételről van szó. Hát abszolút. És hát ugye a depresszió. Magyarország lakosságon a világon élen jár a depresszió. Biztos, hogy azért, mert hogy egyáltalán alapvetően egy nagyon optimista nemzet. Bár ugye, hogy a balsors, akit régen, stb. De hát ez nem így igaz, nagyon vidám nép a magyar nép. A legelveszettebb időben is van humora. Megfordítom, csak a magyarnak van humora. Nézzük meg, hogy a különböző problémák, és akkor jönnek a citosztatikumok. Miközben olyan egyszerű dolgok gyógyítanak, hogy hihetetlen. Írjuk a parlagfüvet, ugye? A rák egyik nagy, zseniális alkotása, ami felvesz a rákkal versenyt. Még 5 millióra mégis büntetünk valakit érte. És csak nézünk, és jó ez így, és csak úgy van. Pedig ez így nem korrekt. Hát nincs asztal, amire rá lehet csapni. Vagy nincs, amivel rá lehet csapni. Mind a kettő van. És mondom itt a feltalálóink, aki a művért feltalált, és soroljon a feltalálóink az energetikában. Barátaim olyan energetikai berendezéseket találnak fel sorra, amelyekkel Magyarországot 5 perc alatt ki lehetne húzni a zsárból. Azt hiszi valaki, hogy akarják. Ott a Csepp-Kópali például maradjunk nála. Olyan energetikai megoldást talált fel, hideg fúzió. Olyan, hogy az izzót így leszakítom róla az izzószálat, és utána is világít. A neoncsövet nem kéne kidobni, egy euróért megsemmisíteni. Amíg el nem töröm, világít. Ja, hogy kiéged? Na, akkor még jobban világít, mert akkor kétszer erősebb.
vízbe lehet felszállni. Nem lenne semmiféle érintésvédelmi probléma. A fürdővízünkben a hölgyek nyugodtan miközben lubickolnak, hajukat szállíthatnak, pihentetésű, ha elhűlt a víz, akkor belerakja egy kicsit, hogy melegítse, tovább közben még egy kicsit rendben rakja, és folytatja. Nem kell. De kell. Nem kell. De kell. Ez jó. Kellene? Igen. Hát kellene, kell. Igen. Én egy kicsit már megfáradtam a történetbe, de értem. De értem és egyetértek maximálisan. Ezért mondom el. Mert nem jut el a médiákon. Én médiatudományt tanultam az egyetemben. Az a negyedik hatalom. De sokszor az első. Mert ezzel lekapcsolom. Bekapcsolom és lehet hallani. De hogy mire kapcsolom be, amikor János beszél, kikapcsolom. Vissza, verismányik az idő, gyönyörű a nap, stb. Ez ettől függ, hogy mit engednek itt, és kik. No, azért terveztem a előadás második részében egy kicsit relatíve happy történetet, amennyiben happynek lehetünk, és tehetjük. De nem véletlenül teszem. Nézzük meg gyorsan akkor még ezeket, hogy milyen felhők vannak. Fölnézünk az élet, milyen csodálatos, nem? Hát a mérő az tényleg csodálatos, amikor ilyen szép összhatásban mosódik el az égen. És olyan vannak az emberek. A HAAR Project, ugye ez a pentagram, a szabadkövességnek a meghosszabbított jel, az ötágú csillag, levágott sarkai. Na de, hogy ott mit variálnak benne, ez a boszorkák, ez a hárk, ez nem más tulajdonképpen arról szól, hogy az úgynevezett hárfa projekt, nevezetesen ezek itt lenn, ezek a hárfák, és az egész földet behálózzák, íme. Alaszkában van ilyen, de ma már sajnos nem. A kezdeti stádia Alaszka volt, ezért hát sieső. Ugye a híres régi Aurora, amiről már bizonyára, és már Európában is megjelent. Ez csak annak idején a Vannalenőn, az északi déli saroknál volt csak, ahol a mágneses fluxusok olyan szögbe jöttek be, hogy kívül a világűrből külső hatások, ilyen ionizációs kisülések tulajdonképpen. Már nem, a Budapest felett lehet. Olyan miért lehet Budapest felett? Sorolhatnám, hogy hol van. Nézzük. Tulajdonképpen az ionoszféra és a földfelszín között működtetik ezt a szerkezetet. Ez arra szolgál, hogy felmelegítsék, és egy úgynevezett skaláris hullámokkal belülünk a világűrbe egy részét, a többi hullám itt marad, és fölmelegít mindent. Tönkretesz. Földrészeket lehet, hát a katasztrófa. Hát ez itt van, hát ezt úgy csinálják. Ez semmi közel véletlenül. De hát mit is csinálnak? Nikola Teslát láttuk az előbb, aki ezeket a kísérleteket elvégezte, és ő volt az első ilyen hatalmas tornyot megépítette. Lebontatta. Azt mondta, ezt nem. Ennek az emberiségnek ezt még most nem szabad odaadni. Addig, amíg csak megszerezték, és az eredmény az már ismert. Óriási találmány egyébként, és jóra lehetne használni. Egy kicsit tréfásnak azt mondanám, hogy jóra, de majd mindjárt megértjük, hogy mi lesz a jóra. Nos, ilyet ritkán, vagy soha lehet, nem lehetett az előtt látni. Magyarországon is megjelentek az ilyen tájfun-szerű felhők, és ugyanilyen sorscsapások vannak végig. Az esőzések olyan méreteket öltenek, ilyen felhők az életben nem voltak. Hála a teremtő embernek. Hát ez azt gondolom egy idill kép, hát mi lesz ebben egy Renault-nál elúszkáló partudal. Szegényként az utolsó maradék száraz jég, mert már most lassan az se az, és ragaszkodik hozzá. De ne lepődjünk meg, mert ez csak a kezdet. Nos, ez az, amit mondtam, itt lent gerjesztik az egészet, ide föllövik, innen az ionoszféráról visszaverődik, különböző rádiófrekvenciás és egyéb nagy teljesítményű szerkezetekkel még megbombázzák, és akkor földrengéseket tudnak előidézni. Meg tudják azt csinálni, hogy 100 méteren belül havazik, csusszamlik a terület a szárazság, vagy a víztől, száraz, kiszárad minden, és olyan esőzések, hogy hihetetlen. Ma ez ma már könnyen megy. Hát ilyen gyönyörű felhőket hol lehetett látni régen?
nézzük meg, megdöbbentőek. Moszkva felett van ez például, ugyanis olyan teret tudnak nyitni, hogy egyenesen jön be az UV, ahova akarják. Tessék, nézzük ezeket a felhőket. Ma már ez nem gond. Ugye nézzük ezeket a végítéletes történeteket. Ezt súlykolják bennünk. Ez a cél. És alappal. Más helyeket szomjan halnak, egyes helyeket megfulladnak. Földrengésektől kezdve állatpusztulásig. Minden erről szól. Sőt, a legrafináltabb és a legszemetebb történet az egészben az, hogy különböző kis apró, úgynevezett táplálékláncokat írtanak ki. És innentől kezdve sorba pusztul egy sor élvény. Hol érdekli őket? És a másik. Tehát a különböző besugárzások miatt a folyóknál az összes háttérrész is, a mikrobiológiai hatások mind megszűnnek. Gerjesztetnek vele, különböző epicentrumai vannak a főnek azon területe, ahova szándékosan ráfókuszált erővel olyan földrengést csinálnak, amit akarnak. Emlékszünk Izlandra? Mit csinált az a kis ország? IMF kizavarta a fenébe, ugye? A politikusokat mind becsukta a börtönbe. Ezt ugye mindenki olvasta az újságban, ugye? Hozta a újság mindenit, ugye? Hozta az újság, ezt? Na ez a média hatalma. Hát majd azt hozza, amit megengedünk. Ha nem mi. Vagy, és akkor itt érdemes megállni, egy kis idő múlva az az ország kicsődölt, kizavart minden pénzembert. Most a pénzembere belül persze a pénzzel kell tudni dolgozni, nem ez a probléma, hanem én most nem nevezném meg, hogy minek tartom egyes csoportjait. Egyik részét kizavartam, másik részét bebörtönözte, és a mínusz 4,2-es GDP-ről 8 hónap alatt plusz 6,5-re ugrott. Adjuk már össze a kettőt, mert az úgy, hogy az akkor reális. Magyarországon nem ilyesmi van? Nem, tényleg nem ilyen. Mert mi nekünk még a GDP is jobb. És mégis rosszak vagyunk. Bűntibe vagyunk, leszünk. De nem szabad hagyni, ez igaz? De hagyják. Szóval az a baj, hogy olyan székekben hagyják, ahol felbőzsegoztás. De azért egyszer majd a néppel szembe kell nézni, azt gondolom. Mert ezt nem teheti gyerekeink el velünk senkivel. És mi történt, hogy nem? Hát hol lett földrengés? Hát nem pont Izlandon. Tessék megnézni, én ezt is kutatom. A grúzoktól kezdve az őrnényekig, amikor fellázadtak, 2 hónap múlva földrengés kaptak. Még először én ugye ilyen nagy kutató, azon gondolkoztam, hogy nem esetleg oda lenne az érztelére megváltozása. Ugye mágneses hatás, stb. Az agyra ilyen kis kergeséget okoz, és össze-vissza megyünk. Hát fölkapcsolták a hármat, és mindenki összült. Tehát ezzel ne lepődjük meg, ez a cél. Nos, hát a földrengések, ezek a nagy hatalmas cunami. Arról nem beszélnek, de a cunami áldozatai pontosan ilyen projektnek voltak a részesei. Sőt, majd még beszélünk róla, mert a Fukushima is ez volt. Ezt ők csinálják. Oda vontatták, már olyan berendezések vannak, de mutatni fogom. És kik ők? Ott egy kicsit nagyon rázos bőrűek. Ha valaki egy közben kiáltással mondja, hogy kik lehetnek ezek? Nem tudjuk. Nem rájuk. Hámint üllők. Igen. Nekik jó a nagy meleg. Nem nekünk. David Icke-ról hallott biztos sok ember. David Icke-nak az elmélete az a baj, hogy sajnos igazolódni látszik. Ő neki vérkép eredményei vannak a hüllővéről. Ez az egykori úgynevezett nemesi vér, a kék vér. Kék, ugye? Nem teljes oxigéncserés, hanem kék. És egyáltalán, amikor azt a nagy híres Valentin napot, mert soha a büdös életben nem mondnánk Valentin nap, de most az a hülye csíkos, ilyen piros-kék csíkos, ilyen zaklított lobogtatók, behozták hozzánk ezt a dilit, és akkor egy ilyen szívet azt ajándékozunk. Azért azt tudjuk, hogy a krokodilnak a szíve ez, a hüllőjét kever, két bitvar, egy kamra.
Ezért kékvér? Ezért nem házasodhattak be nemesi, idézve a nemesi családba, bocsánat, hüllő családokba, és nehogy azt higgyük, hogy ilyen krokodil csőre jön oda, ugyanolyan más a genonja. Teljesen emberi formája, de azért az egyiptomokat végig megy valaki. Akkor azért tudhatja és láthatja ott végig, hogy végig módszeresen azok a festők, akik profi módon lefestették az embert, az lefestette emberi testbe és krokodil fejjel. Nem azért, mert akkor szabadnapos volt az agya, hanem azért, mert ő tudta, de nem tudta most, hogy hogy adja át, hogy ez emberszerű, de hüllő. Zseniálisan oldották meg őket. A kultúra csupai a fele más lényekkel van tele, ilyen apokrif lényük. Nos, itt az a híres georgiai táblasor, bizonyára láttuk már, és direkt itt ezen a részen ki van emelve, hogy az emberiség csak 500 millió maradhat 2012-re. És ha egy kicsit összerakjuk a mozaikokat, Izrael, Obama, Irán, hó, melyik irány, aztán jön Irán. Aztán mindenkinek irány, szóval menekülés, mert hogy addig nem nyugszanak, amíg a 3 V-i, nem, a 3. körből nem nyugszanak. Ezt akarják kirobbantani. De ezért, mert most nem ennyien vagyunk, ide 6,5 plusz 5 milliárd. De ez sok, ezt meg ne higgyük el. Könyvemben egyébként ezt pont leírom, hogy az a tábla, hogy az emberiség, tehát a Föld nevű bolygó megtelt, ezt ne higgyük el. Ez egy hülye csúsztatás. Hát ma is akkora területek vannak, ahol a négyzetkilométerenkénti 9 fő, persze városokban, persze, hogy többen, tehát az érthető. Nos, egy új világkormány létrehozása a cél. Miért is? Majd ők megmondják, hogy mi a tuti. Ma egy EU-s képviselő 14.300 eurót keres egy hónapban. És ugye láthattuk, hogy csütörtökön délután már kis motyóban megy haza a családhoz. De holnap még 84.000 fő fog érte venni, hogy bent ül, miközben otthon repül már haza. Ezt én ne, elvész, ezt nem járulok hozzá. Hát aki akarja, fizesse. Nem járulok hozzá. Tehát ez a cél. Nézzük csak meg most néhány adatot. Mert ez beszédesebb. Ez a karkonai, alaszkai, ez volt az első. Azt hittük sokáig, nincs több. Ma már rengeteg van, elég baj. 3,6 megawatt. Akkora erővel sugároznak be mindenkit. Ezért van ám az, amikor nem vettük még észre, hogy a szomszédnak is a jobb felső kettes foga fáj borzasztóan. Aztán másnap a bal bokája mindenkinek. Aztán a 6-os csigolyájé lenne a lóbá is. Ez nem a véletlen művei. Hát azokat rezektetik meg. Hát ezek a kísérletek rajtunk zajlanak. Ja, beleegyezések nélkül. Nézzük meg a Hipasus, a Ferenczi 70 megawattos. Mennyi volt az előbb? 3,6, most meg már 70 megawatt. Azokon teljesítmények is közben melegedik a légkörben. Tehát a globális felmelegedés egy baromság. Úgy melegszünk fel globálisan, hogyha jól felöltözünk, mert körben megfagyunk. Nézzük csak meg a kutyanyelveket az áruházba. Bizonyos 2-3 centinként 5 forint, ez környezetvédelmi hozzájárulás. És szólunk érte, vagy jelenleg? Fizetjük. Mire használják? Ja, az EU képviselőknek kell. A gyerekek meg ilyen hallnak a padokban. Na ez volt az, ami a Fukushimába elhozták. Sajnos, képzeljük el, ezek hatalmas úszó hárgépek. Oda viszik, ahol problémás terület van. Hát egy kicsit oda füstölnek, aztán mindjárt van elég dolga. Japán kifejezetten nagy hatalom. A kicsiség ellenére elektronik a híradásnak, meg a minden. Minden jó hallatok? Igen. Hát minden lesz jó. És akkor jön a folytatás. Ugyanis egybeesett pontosan a japán és a hárprojektnek, amikor odavitték. Itt van a kettő együttesség pont. És ezt odavitték. Hogy nem? Pont ez történt. És akkor ugye a végeredmény az ez.
De ez még nem is a végeredmény. Azt akkor mennyi halott lesz belőle? Mert ugye a Csernobilról se beszélünk, az én édesanyám egyik áldozata. Hány édesanyja áldozat még? Családok, hozzátartozók. És közben bemondta az akkori egészségügyi miniszter, hogy nyugodtan lehetne Magyarországra meghatott. De ő azért bentről mondta. Meg az előző előjelő miniszter, amikor ezt a N1H1 stb. Variást, ugye fedetővel, hát ez úgy nagyon nehéz beadni. Kis vállalkozó szellemű. Nos, itt az izlandi, amiről beszéltem, és hát van az úgynevezett Japán, ez egy megawattos, ez aranylag kicsi, de kis terület. Ez is nagyon érdekes, a svédországi, a malói, és ez a súra is, hogy a júra, hát ezt ezért mondtam, az nézzük csak 190 megawatt. Azért, na de ez mindegyik dolgozik, azt ugye persze gondolhatjuk, hogy ez nem külön, hogy annyira vannak elvtársak egymással tekintetve lekapcsolom, majd te bekapcsolod, hogy mindig csak egy menjünk. Nem, ez úgy együtt is, meg külön is. És akkor hát ez a legmegdöbbentőbb, az ESCAT. Észak-Norvégiában 1 gigawatt. Csoda, hogy élünk. Én mindig azt mondtam, hogy ha valaki azt mondja, hogy ilyen NATO idején, sosem vagyok náthás, hát óvatosan mondjam, mert letartóztatják, hogy ellenálló. Hát ez nem úgy van, de ez nem szabad dicsekedni van. Aztán ugye Ausztráliában is, hogy hát azért azok olyan nagyon messze van, hogy hát onnan is kéne azért kicsit füstölni mindenfele. És ez egy rafinált történet, mert ezt a Fehérház, ez közel 30 éve minden ötödik évben megszavazza, hogy ezt fel fogják építeni. De már elég kész van, már most lassan tönkre megy. És így lefejük költségvetést, és az érdekesség az, ez 2 megawattos, hogy ez tulajdonképpen a Földön kívüli kutatására épült eredetileg, de van egy másod programja, ami ez. Budapest. Feri egy 2. Egy, bejátszhatnám ezt a képet, de nem érdemes. Csodálatos képet láttam. Idézőben. Az elhárítási légi bázis felügyeleten ül 3 emberke. Katonai ebben a foltos szerkóban. Oldalán a magyar pajzs nemzeti címer. Fején kipa. Hova kerültünk? Amikor egy Martonyi Jánosnak izraeli magyar fúziós zászlója van, külényeszterként azt gondolom, hogy úrvod, amit távolgódunk. Ezek a Glenn antennák. Na ez meg azért van, hogy mi ne is legyünk. A gondolataim ne legyenek helyesek. Ezek az, amikor nagyon sok ember nem bírja, speciális frekvenciákat nyomatnak rá az emberi agyra. Nézzük, milyen méreteket öltenek. Ezek 6 emeletes házak, képzeljük meg. De gondolom, ezt a televízióban lehet látni rendszeresen, ugye? Valaki segítse, mert annyira jól vagyok bizonytalan. Akkor viszont értem most majd, miért mondták, hogy ezt abban kit ne hagyjam. Kettő között lesz valami összefüggés. Nézzük meg, mekkora berendezések. Ez kifejezetten az agy hullámait zavarja. Nézzük meg a harmadik, a úgynevezett Blue Beam Project. Na, ez már még izgalmasabb. Ez alapvetően egy csodálatos történet lenne. Mert az, képzeljük el, hogy egy előadáson itt 3D-be, óriásiba kivetítve, mozog, énekel egy-egy szereplő, és csodálatos látványban vannak rész az embernek. Lézer, csodálatos, minden gyönyörű. Ám, de nem erre használják. Nézzük meg, hogy milyen. Nos, ez eredetileg itt jelenti ki, hogy ez egy idegen világból való, ez a kedves úriember, amennyivel nem lehet nevezni. Hát ők a fiúk a házból, a ráncolt hangokú, meg arcbőrű. Én Svédországban jártam egyébként kint, egy 95-ben egy expedícióval, és hát ott ilyen földön kívüleket kerestünk. Ott ilyenekkel találkoztunk, élőben kezet fogtunk, beszélgetni. Úgy beszélt magyarul, olyan csodálatos, hogy 2700 km-re a lakásomtól, hogy csak így néztem fönt a hegyek között. Benn egy holografikus házban. Az mit jelent? Akkor vetített világ.
A barátaimmal, meg a filmes társaim viszont a magyar tévéről mentünk ki, ellógtunk, és a házba, nagyon csúnya dolog, fölmásztunk a lépcsőn, és az ágy alatt tapogattuk a dolgokat. És néztem szembe, ott a haveromat néztem, mondtam, mit csinálsz itt? Aztán, hogy ez nem igazi ház, ez tényleg nem az. Másnap visszamentünk, nem volt ház a helyszínen. Ott folytattuk a riportot velük. És elmondták, hogy milyen projektre vannak itt, mi a dolgok. Nem szeretik egyébként most, ez aranyos volt, nem tudom, a TV2 kezdeségesen jobbolás. Mondjam, chemtrailmentes estéket kívánom. Voltam kint, és tévében meghívtak, és a Pakman Péter mondja, hogy volt az a 5-6 ilyen fintest, és hogy mégis, János, én hiszek benne, hát bocsánat Péter, nem kell hinni, ez nem templom, ezt látni kell. Szóval jó, de én nem vagyok, de előtte megkérdezzük a légi irányítást. Jó, mondom. És olyan szerencsés volt, hogy bejátszották előttem, hogy mi a véleményem, hogy ez mi lehetett. És akkor jön a bejátás, és azt mondja, a következőt mondja a légi irányító, és mondja, hogy ezen kérem nem voltak UFO most. Jó, hát most a János olyan vélemény, hogy most van nekem semmi. De miért? Hát most erősítették meg. Ezek most nem voltak UFO. És most tőleg nem. Simon kínai lámpiónak voltam. De most nem azok voltam. Mondom, Péter, a szavakra figyeljünk. Most menjünk tovább. Mi a cél? Ezzel a vetített világgal ő rájuk kell kenni mindent. Ők a rosszak, ők csinálnak, stb. Pedig abban nem csak ilyen van, olyan ülő, mint az előző, hanem normál más civilizáció. 17 náció jár ide a Földre. Rendszeresen. Innen a fiú is cserődültetés él. 72 óta él. Biztos. Ezt is bemondták a tévében, szerintem látom mindenkivel, abszolút természetesen. Fogadja, ez biztos. Ez biztos, mert az előző miatt láttam ilyen kétes arcokat, de most már mindenki. Ez a média, kérem. Ez a média. Lehet így is. Nos, itt láthatok azok a ENSZ segédet. Az ENSZ. Hát a legnagyobb szervük ezeknek a idegeneknek. És ott van rajta a Blue Beam Project, tehát ők támogatják. De mit is? Ma már néhány csak egy ízelítő, már lehet kapni ekkora kis projektorokat is, mert ők pont ekkora, mint ez a kis telefon. Ekkora projektor. Jó, nem óriási képet ad, nem ekkorát, de amit ott látunk most eredet, körülbelül akkorát ad. 50-70 centire. Tehát ilyen van. Na de mit sikerült megoldani nekik a Blue Beam Projectben? Nézzük csak. Erről hallottunk már bizonyára, vagy lehet, hogy valakinek is van. Ezek az úgynevezett lézergraviatúrák. Ide ráállítja a berendezést, kivetíti, és amint az ujjában ráüt, a semmire, amit kivetít, azonban számítok, hogy tudomásul vesz, és úgy olyan, mint hogy normál klaviatúrát ütnék. Ezek vannak, de ezt azért kell mindig megmutatni, mert ha ezt a lépcsőt kihagynám, aki még nem hallott róla, az nézni, hogy hát a János igen, ilyen fantáziával rendelkezik. Ami megtisztelő, de nem kell. Nem kell, egyszerűen a valóságot kell megnézni. Ez a bejátszás most nem tudom sajnos lejátszani, de miről is szól. Ez az úriember itt élőben bemutatja, hogy holografikusan, 3D-ben, virtuális képet hoznak létre, úgyhogy hangja van, egy helikopter itt bemegy a közönség közé, ott megy köztük erre, úgyhogy lehúzzák a fejüket, mert annyira élethű, hangja van, közeledik, távolodik. De hogy ez mire jó? Képzeljük el csak, mondjuk valahol történik egy ilyen incidens. Mondjuk beszáll két terepről, ami nem száll be. Föntről a világűrből holografikusan bejátszák. És kirobbantatja 5 perc alatt a harmadik világháborút. És hát annyi lekapcsolja a gomba, gyerekek, meg van tuti pénzünk. Mert az nem másért történik soha. Ugye annyira éles, élethű képek ezek, hogy egy néni itt látható a feje, kezdőre megérintve nem akarja érni, hogy ez itt nem igazi. Ezek olyan kiállítások. Ez például egy nagyon izgalmas történet. Itt a jobb oldali hölgy 2000 kilométerre odébb van, élő adásba bejátszák. Kommunikál így 5-6 méterről a riporterrel.
Különbség csak annyi, hogy itt a lábólat mindig a hologramosnál lehet látni, még azt még nem tudták megoldani profi módon, de élő adásban így adnak. Megcsinálnak bármit ma már. Ez például Japánban készült, egy ilyen hatalmas szörny emelkedik ki. Minden. De megcsinálják. Ma már ez nem gond. Ez Japánban készült egyébként. Ott mutatták be. És hogy mi ez? Hát a híres norvégiai úgynevezett HARP kísérleti telep. Ezek az úgynevezett Blue Beam projektnek a dolgai, és ezzel tudják gerjeszteni a teret. De hogyan? Hát ugye nyakig benne van a NASA, csöndben van, szép csöndben, nyeri a pénzt, közben elvenünk utat, kísérletezt. Nézzük meg a világűrben, csak úgy ízelítő, hogy mennyi féle, ez a féleségről van szó, így, úgynevezett felső, külső megfigyelő kis szerkezetek vannak, illetve olyan berendezések, amelyek valamit létre tudnak hozni. Itt az a híres White Sense, ez azért érdekes, mert Amerikában ez volt az a terület, ahol az atombombát, a Fat Boyt először ott kísérletezték ki, és ott volt nem messze tőle Roswell, a híres Roswell UFO szerencsétlenség, meg oda mentek az idegenek, és ilyen robbanást végig akartak nézni, hogy mi a fene történik itt. De a Földérben már ilyeneket tud, hiszen ez a világűrben színképelen, és közben minden profi módon látszik. Most is hát akkor itt láthatók ezek a szerkezetek, kamerákkal, mindenben lehallgató berendezésekkel. Azt már nem is mondom, mert akkor haza sem egy senki van. Mert úgy értem, de mégis mondom. Nem azért, hogy menjen haza, hanem hogy inkább mire készüljünk. Olyan dolgokat, az egy másik előadás témája, de itt azért csak megemlítem. Olyan dolgokat találtak ki már, és Németország, Franciaország mind felszereltetett már, hogy az elektromos hálózathoz a villanyóra alá beraknak egy kis fehér dobozt, és ahol ki van építve a hálózat, gyakorlatilag sehol nem kell már oda bemenni. Egy központi helységből nézi, hogy ki hol ül a családtag, ott vannak bent ketten, ott hárman, most 15-en beszélgetnek, kicsit ráhallgat a telefonon keresztül, hogy ki miről beszélgetnek, és pártunk és kormányunk ünnepélyesen hozzájárult, hogy ez az akta, ami most egy évre visszamenőleg mindegyiknek az összes telefonbeszélgetését, az összes e-mailjét, SMS-ét, mindent, mint csalósként. Hol élünk? A levéltitok hol van? Ja, az már nem kell. Van még egyáltalán olyan. Most nézzük meg, hogy így oldják meg, tehát mint a GPS-eknél, ilyen hármas, tehát közös metszőpontok vannak, és itt hatalmas képeket tudnak 3D-ben létrehozni. De ez interaktív, mint az autóknál, azért mutatom itt. Ugyanígy történik ez, föntől a világűrből egy bizonyos területre, az úgynevezett kérdéses terület, nézzük meg. Megszólják őket ezzel a speciális sugárnyalámban. Lent pedig a chemtrailesek, amik gyakorlatilag fémionok a levegőben. Azért kell állandóan szólni, hogy a fémiont fémion váltsa. Nem oxigén, a fémion. És akkor mi történik? Úgy kell elkészíteni, ez mint egy kocsonya lenne. Létrehoznak virtuális képet. És ezen a kocsonyán, aki ment már ködbe, úgy kell elkészíteni, a nagy ködbe fölkapcsolva a reflektort, szinte visszalakít. Ugyanez. Azért szólják ezt a chemtrail többek között, meg hogy ne is legyünk, meg hogy ne is legyünk. Nos, és ide feljátszanak mindent. Nézzük meg, mire lehet ezt használni. Mert hogy az emberiségnek egy nagy része valahogy nem akar mozdulni az ő vehemenciás terveiknek. Ugye itt lehet látni, hat a bármit, földrészekről lehet nézni, az égen ott van a hatalmas égi jelenség. Ezek az antennákról, rendről, különböző szóróantennák, oldják és erősítik a jeleket. Régen ugye ezt még úgy csináltak, hogy egy lézeressel, megosztott képpel, különböző tükrökkel, föld ez világűrben van, és onnan vissza lejátszák a földre 3D-be. Na most oda egy csillagot éve, de az bármi lehet. Most már még ügyesebben oldják meg, már csak egy földről, már egyel meg tudják 3D-be. Tehát haladnak, tehát nagyon ügyesek, tehát azért azt el kell ismerni. És akkor az égen látunk ilyen derékszögű háromszöges felhőtöréseket, mi szép. Hát valóban, mi szép. Ezeket a felhőket, égi kereszteket látunk. Mi kell a vallásos népnek? Fölvetítem a keresztet, nehogy Isten még Jézust is, nehogy Isten még szóljon is. Én most irány mindenki a, mondjuk a sziklafokára és ugrás.
Egy fanatikus hívő, az nem kérdez. Én láttam, az Úr szólt hozzám, hallottam, ugrok. Tehát meg kell fogni azt a réteget, akit nem tudnak. Az egyházakat nem annyira. Megpróbáltak mindenki. Pedofil, nőcsábász, homokos. Tehát az egyház főket, vagy vezetőket azért, hogy elálljon belőle a nyáj. De mivel nem sikerült, akkor más módszer. Majd adunk. Szomália. Erről volt, itt van a kereszt megint. Most az égen megjelenik egy ilyen jel, hát mit gondolnak az ember? Ezek él valós, ezek mind. Sőt, mindjárt négy tessék ott van megint. Most azt mutatom itt ezzel a képen, hogy a Földön hány ilyen keresztjelen is volt. Nézzük csak meg, a legvallásosabb területeken. Pont ott. Persze, hát ott kell visszaszerezni ezeket a dolgokat. Ennyi helyen. Ott van például Szomáliában volt, talán hallhattunk róla, hogy megjelent Jézus és szólt a tömeghez. Interaktív. Azt tudjuk, hogy az a legmegdöbbentőbb. Kommunikál. Egy hologram kommunikál az emberi hangrezgéséhez. Válaszol gyakorlatilag. Egy központban persze így mondják bele, amit ott hallanak. Kész. Két lábon van a tömeg. Képzeljük el, hogy melyik az országútól vezetünk, mint egy nagy tó vagy folyó, és mondjuk Jézus ott sétál, mondja. Na, mivel húzzuk be mindjárt a kormányt a vízbe. Mert hogy ez azért egyenesen következik belőle. Mária jelenések. Hát ezek ennek a megoldott variánsai. Persze voltak ilyenek, na hát ezt használják ki. És mindjárt a tömeg meg van vezetve. Mondhatnám is, hogy megvezetett világ. De mondhatom úgy, hogy vetített világ. És le bármit, az urat föl az égre, minden földrészről lehet látni. Több száz kilométerre fölteszik hatalmas méretben. Bármit, ma már mint ufokutatók, már azon is kell gondolkozni, hogy most tényleg azt látjuk, vagy csak azért csinálják ezt a manipulációt, és valami galibát csinálnak, hogy na ők voltak, és ez érthető. Ilyen fényjelenségek, tele van már az ég. Tessék, ez például Kína fölött. 25 percig nem mertek leszállni a kínai repülőgépek. Ott lebeg, ez csak eltűnt. Jóska lekapcsolta a világ, vagy Joe, tök minden. Ez a Hawaii. Olyan felvétel, hogy... És filmezték. Csak hát ha át tudtak volna nyúlni rajta, akkor döbbentek. Ez nem is igazi. Holografikus. Ez például Norvégiában. Volt, hát Norvégia, hát a véletlen mondom, sorba, hát ma már ezek a robotgépek is rálőnek, és az Istenek nem tudják lelőni. Hát mit tudjon lelőni egy hologramon? Hát a lámpa fény le tudja lőni, az ügyes. Mondjuk ezért emülnek a bolondok a lámpára, mert hogy lekapcsolják a villanyt, akkor leesik, ugye? De hát az elrobottatások, hát meg lehet csinálni. Semmiből nem tud. 3D-ben lehet végignézni az elragadtatást. Mi van egy fejlett technika annak idején? Jézus mennybe menetelőjét ugyanígy. Vagy valóság? Ez most már kérdés lesz. Mostantól az. Tessék, meg tudják csinálni, ugye? Hogy a híres Örtét Center épületeit mögé a szabadság szó, amit akarnak. Mindent meg lehet már csinálni. De kommunikál. Hát abban az a dráma, hogy kommunikál. Színdarabok vannak már így Amerikában, ahol ilyen, de ott köztük az ilyen szörny, vagy amit akarnak. 3D-ben, és köztük sétálnak a szerepünk. És hát ugye itt az igazi cél, az új Jeruzsálem, ugye? Itt egy kicsit össze vagyok kerülve, mert azt hiszem, hogy most már elköltöztek onnan, szerintem már most itt van Judapest, nem? Mert hogy bélyegen ezt kint lehet kapni. A láncszint van rajta, és Judapest felirat. De kicsit menjünk tovább. Ez az új Jeruzsálem. Tel Aviv 2 lett. Vigyázzat, rövidesen ez lesz Tel Aviv 1. Lakótelep tömegek vannak. Üresen állnak és várnak. Nos, a világűrben ugyanilyen vetített űrhajókat, bármit meg tudnak ölni. Képzeljük, lennéz valaki, és átnéz egy ilyen hatalmas repülő szerkezetet, és mögötte látja a csillagot. Nem átkeresztelkedik? Mert biztos.
és közben úszik a levegőben a nem is tudom, hogy micsoda. Azt se tudja, hogy mit lát. És már pedig ez van. És itt lehet látni egy kicsit, mint egy kocsonya szeretet képzeljünk el, oda vetítik a hegyet, annyi és hány repülő baleset van. Mindenki ment a hegynek. Arra mást vetítek, nincs ott a hegy. De ő bele fog csapódni, mert a hegy azért ott van. Ezek a chemtrail. Ezek azok a speciális fém-ion felhők. Fölé vetítenek bármit. Ide vetítették, lőtték ezerrel, nem tudták levenni a dűrhajót. Mint a fény, ez nehéz. Ma annyira nem ügyesek, hogy még le lehessen lőni. És ő rájuk kennek mindent. Ez majd így lesz beállítva. Ők azok. De mit csinál ez a világ? Hát majd instrukciókat ad. Most fogom majd a következő előadás részben mindjárt mutatni. Tulajdonképpen miről szól a történet? Hollywooddal kapcsolatban meg fogunk döbbenni szerintem. Ezért sugallják ezeket a filmeket, itt-ott holografikus robbanásokat hoznak létre. Képzeljük el, hogyha erre megindulnak a támadások. De erre játszanak. A játék az erős. Bármire képesek, bármit, 3D-be bármit, le tudnak hozni embereket, bármit. Speciális gépekkel szállítanak. UFO ütözéses csatajelenteket tudnak az égre tenni. És akkor otthon esküszünk, hogy de én láttam. Persze, csak nem érintetted, mert ha átnyugnál rajta, akkor mondhatod, láttam, de nem volt ott. És hát ugye ez a professzor az, aki az idegenek támadását kérdezik és mondják, és egy interjút készítek egy jó 20 perces rá, és ott magyarázza, hogy vannak, de ezt nem ők csinálják. De a technika az tőlük való. Ez a híres portorikói eset, ahol két F-16-os repült és simán benyelte az űrhajó, de ez igaz volt, azt mondja, hogy Daniel Stevens, az amerikai légierőnek a repülőmérnöke, konferenciákat szoktunk tartani, és oda hívtuk meg őt, és ő ott mutatta be eredetit, és végig kutatta az egész történetet. Itt van aztán utána egyszer csak eltűnik az egyik gép. És most nézzük meg, fölvesznek egy jelenetet itt, föllövik a világbőrbe, lejátszak ide, itt megtámad valamit, és akkor itt helyileg lőnek rá, és kirobbanthatnak akármit. Miközben teljesen más, akár egy makett, azt ahogy csinálják az egész játékot. Ezért különböző, tehát ez az, amit mondok, hogy repülőket bárhol be lehet játszani. Most itt egy kisebb távolság hegy mögé, és hű, megtámadtak, és gyerünk, irány, gyerünk lőni, mert megtámadtak. Tehát ez annyira közel van, hogy ha ezt a gombot ott valaki kicsit beroncsizik és megnyomja, akkor baj van. És hát bizony, itt az idő. És hát itt is az idő, mert előadásom meg első része, itt vége is. Itt egy képet lehet látni, sajnos most nem játssza le a fájból, tud már csak lejátszani ezt a részt. Ez az, amiről beszéltem, egy ilyen színházteremben zajlik ez az egész. Itt egy fény, kék fényszínű részből kezd kialakulni egy gyönyörű hölgy, egy szép sejebb ruhába, fújja a szél, lebeg, stb. Közben nincs is ott, és tapsolok közönség fényképeznek. 3D-ben és sztereóban vagy kvadróban hallgatják akár, és nincs ott senki. De olyan élmény nyújt, hogy hihet. Most, hát ez lett volna az első rész, akkor most egy ilyen taktikai 5 percet van lehet, az alatt én beállítom már. No, akkor időnk véges, és egy kicsit sietnem kell. Nem nekem itt rájönnek ebben, de én köszönöm, hogy én mindig ezek után sem. Ezek után sem vettem a kedvét, pedig mindent megpróbáltam. De egy kicsit a kiútról szeretnék beszélni. Mert hogy létezik. Tehát ezeket nem kell elfogadnom. Itt egy kollégával beszéltünk a szünetben, és mondta, hogy ma de van másik csapat is. Hát igen, egy jó hírem, hogy nem csak egy másik csapat, hanem több másik, és nagyon klassz csapatok vannak, akik ezen dolgoznak, kőkeményen. Ha csak a kulturális kreatívokról ne is beszéljek, akik több mint 50 millióan vannak már a világban, akik hátat fordítottak a hatalom hívságainak, ahol a pénz nem létező fogalom, és
olyan bio, öko és egyéb házakban, környékeken laknak, bartelben vannak egymással, úgy élnek, segítenek, közösen szántanak, vernek, karaknak, együtt tesznek, egyenségnek, együtt nevennek. És hiába jön a gázszállás, mert hogy nem kell neki. De bárki így elvajon. Most egy kicsit, nem pont, de őről is lesz van szó, elindulunk egy újabb úton, ami nem más, mint a tudat evolúciója, és ha egy kicsit leleményesek vagyunk, akkor látjuk, hogy ez egyelőre csak evo, de aztán innentől kezdve revolúció kell hallani. Nos, ezen a kis planétán élünk immár nagyon hosszú ideje, nem effektív mi, de mint emberiség, meg még hát sok mások is azért maradunk annyiban. Csodálatos helyek vannak. Azért most jó lenne itt lenni, vagy ott, vagy itt, vagy amit. Nem véletlenül mutatom ezeket, hiszen az élet Charles Darwin szerint ezeken a területeken így alakult ki. A szó ugye evolúció, fejlődés, tan és fejlődés. Hát rossz híre van, mert Charles Darwin nem ő írta az evolúció történeteket. Nagypapitól. Nagypapi az jó fej volt, és hát nem csak, mondjam, bolgár idézeteket használt száz oldalakon keresztül, vagy mondjuk 40-et németektől, hanem sokkal többet egyedül talált ki az a nagypapa. És aztán Charles Darwin, hiszen egy család érdekje volt, hogy ezen a területen kutatott, ő volt, aki ténylegesen effektív kiadta, de a nagyobb arányú és nagyobb részt az nem ő, hanem az ő közvetlen kollégája dolgozta ki, ő is ő lett megörökítve, mert ugye hát egy ilyen dinasztiából származó valaki volt. Hibázott-e? Örök harc. Ugye nézzük, itt látható fönn Charles Darwin. Most itt ugye nagyon közel van a majom. Nem ráértem. Azt most tényleg nem ráértem. Most bocsánat, ez a kontextus, ez nagyon közel volt. És nagyon sok biológus mondja, hogy az ember az a majomtól származik, és én azt kérem, hogy tartsuk tiszteletbe ennek a biológusnak ezt az elméletét, mert ő, ha ragaszkodik ehhez a családfájához, azt megjelössük. Azóta viszont rengeteg helyen megdőlt ez az elmélet, Amerikában már sok helyen betiltották. Nem kívánok ebben új részletes, belefolyom most egy picit, de igazán az a célom, hogy meg szeretnék mutatni két további elméletet. Egyik a Charles Darwin evolúciós elmélet, ami azt jelenti, hogy ugye hát ő volt, és ha nézzük meg, ő a fejlődés történt, ezeket így kell érteni a fejlődéseket függőlegesen, de ha megnézzük, majdnem minden egyforma a kezdetek kezdetén. Ő ebből indult ki. Na de ha hazonos a DNS, és csak egy-kettő fog változni, akkor a felső sor az egy teljesen jogosan. Hát ilyenkor még nem tud kijönni az embrionális állapotban már az a végleges test, ami majd aztán később ölt formát. Ezért teljesen igaz. De ez tévedős is. Ugye itt nézhetjük a hal, szalamot, a teknő, stb. Nyúl és ember. Hát itt már van különbség. Na de már itt a DNS-nek az a része kell zongorázni, ott szalad a játék, ahol már elkülönül teljesen. Nos, evolúció, teremtés, vagy valami más? Mert mint az én elméletem az egy kicsit más, de nézzük meg az intelligens teremtés is. Hát ez például az E. coli. Hát ez egy csodálatos szerkezet. Nézzük meg, csapágyak vannak, ebben nem az a döbbenetes, kenőolaj van, különböző fogazatok vannak, betüremlések, kiperemedés, hajtókar, stb. Ugye ő volt. Hát egy zseniális alkotás. Ja, biztos veszük, jó? Egy zseniális alkotás. Tehát akkor ez, ha egyetlen egy alkatrész nem úgy valósul, meg nem működik, tehát a kocsiból kiveszünk, mondjuk a sluszkulcsot, már nem megy. Nos, Charles Darwin elmélete a következő. Szerint az evolúciós elmélet az úgy működik, hogy felfele fejlődünk. Állandóan csak fejlődünk, visszalépés nincs. De
A Galapagos szigeteken kutatott, és a 13 vinyfaj van, bocsánat, volt. És ő megfigyelte, hogy mindnek, vagy egy párnak, 13 félnek más-más volt a csőrzet. Nézzük, milyen kis gyenge, milyen kisebb, és egy elég erős morbid csőrű kis marhár. Miről is van szó? A szárazabb évszakokban, amikor nem volt annyi termés, mert elégett, akkor azok a pici csőrűek szépen kipusztultak. De azok, akik erősebbek voltak, és bele tudtak a mélyebb területekre is vágyni, és a már szárazabb, egy éve szállott magvakból is ki tudták venni a magot, és életben maradtak. A többi kipusztult. Ma 7 faj van csak már ebből a pinkből. Na de, ebben mire következted, Charles Darwin? Hát tessék, ez az evolúció, szelekció, természetes szelekció. Az igaz. Természetes, tehát, hogy kialakul, hogy az élet képes menj tovább. De nem új pinkfajok jöttek létre, arra nem adott választ, hogy mitől lett egyiknek ilyen kicsi, mitől lett, és ennek miért ilyen durva. Akkor mindig az igazi biológus egyszerű esetét, azt nem tudom, ismeri mindenki, amikor a szöcskével kísérletezik? Na hát akkor gyorsan röviden. Ugye azt tudjuk, hogy a szöcskének a térdezelőteinél van a füle. És hát ugye az egyszerű biológus fogja, kitépez egyik fülét, bocsánat, lábát, és azt mondja, szöcske, ugorj. Hopp, a szöcske ugorj, leírja, kitéptem egy lábát, szöcske ugorj. Jó, kitépez összesen, szöcske, ugorj. A szöcske nem hal. Tehát, szóval egy ilyen következtetést lemondni, ezért mondtam. Tehát az egy nagy tévedés. De menjünk tovább. Nagyon jó a cetek példája. Ugye a bálnák, a cetek és a delfinek egy nagyon különös dologra rendelkeznek. Ott egy ember van, nem véletlenül pont ezt egyébként a National Geographic-on, ez egy díjnyertes fotó volt annó, egy éve talán. És képzeljük el, hogy ennek az embernek van ugyanaz, mint nekik. Nekik ugyanaz, mint neki, de másoknak, többi tengeri állatoknak nincs. Ez nem más, mint az egyensúly szerve. Vagyis a szárazföldön kell az egyensúly szerve. Jaj, akkor, amikor a lényt határozza meg a tudatot, utána már nem szükséges, mert akkor ugye a madácsi az eposzi move, és mégis mozog a föld jelenlegére. Vannak a kalandok az embernél, de ennek az óriási emlős állatnak ilyen parányi, tehát parányi, mint az emberi fülben lévő, itt van az egyensúly szervünk, nek ugyanúgy van, csak sokkal kisebb. Vagyis mit jelent? Szárazföldi volt és visszament a vízbe. És most él, mint hal a vízbe. Se adó, se bér, se poszt, se. No, ugyanez igaz a delfinre és a kéripádnákra és a cetekre. Na de, tehát visszafejlődés nincs. De zsenialitás van. Na most, ha ugye a pink példából indulunk ki, ugye az a pici, hogyha nem tudja föltörni, akkor elpusztul. Ergo, este hiába megy bulizni, hogy felszedjen egy lánypintyet, nem lesz belőle semmi. Mert hogy elpusztult időközben, ilyen. Miért is mondom? Mert itt a zsiráf. Az az elmélete Charles Darwinnak, hogy bizonyos fauna szintek vannak, akik ahol legelnek. Hát ő neki pont ez jutott, ez a magasabb szféra. Igen ám, csak mire innen fölmegy a vér az agyáig, egyrészt háromszor elfárad, de másrészt hatalmas nyomást kell bírni. Hát ez egy 3-3 méteres a közeg. Hát micsoda szív kell? 7 cm-es a szívfal. A zsiráfoknak. Na most, képzeljük el, amikor oda a főpuntája, és erre a szerencsétlen csinálni ilyen laza mozdulatot. Az összes szemek jön, de legalább ez a kettő biztos. Rögtön, kész, agyvérzés, ott elpusztul. Ez már hogy örökít tovább a nagyobb nyakat? Tehát kipusztult. Szelekciónak ott vége. Ám van egy zsenialista, és akkor itt jön a mesterséges, intelligens tervezés, ahol erre gondolnak. Hát ez ugye, emlékszünk most egy hirtelen ugorjak a T-rex például. Ugye annyira fejlett nem volt még az idegrendszere, hogy a neuron
Három napi hideg élelemmel szaladt föl az agyim. Rég levágták a farkát, és három nap múlva kezdett el ordítani a fájdalomtól. De közben meghalt, mert elvérzett. Akkor már azért nem ordított. Tehát miről is van szó? Van egy zseniális dolog. A zsiráfoknál ez szar rész, de a tetején van egy ilyen szivacsos véredénytár. És abban a pillanatban, amikor ő ide előre hajol, itt egy visszacsapó szerep van, visszerelők, lehet, hogy nevettek. És utána, amikor oda előre fordul, akkor ez a nagy vérnyomás itt megáll, befeszíti, és a kis szivacsos felső részből egy belső vérkör elkezd keringeni. Hát fontos? Hát megint nem létezne zsiráf, mert miközben ide lehajolna, elájulna, csurika, három orosznál jól megenni, azt megnézném, hogy milyen cafatokban menne szexuális egy bulira. Hogy örökítse azt, ami nem létezik. Mert hogy még ébenen se tud maradni, mert hogy elszédül. Tehát egy külön vérköre van. Egy visszacsapó szerep, ez nem más, mint a mesterséges intelligenciának, vagy inkább úgy mondanám, hogy a természetes evolúciótól el kell különíteni, hiszen ott nem élhetett volna meg. Meg hogy volt reggeltől estére megnőtt a nyaka? Hogy itt lelegelték előtt a többi csapat? Oda folyamatosan jön, mindig nőtt a nyaka. Mindig nőtözött, itt lehettem, hogy hol van még, az egyre magasabb lett. Tehát ez nem stimmel. Nem csak ezzel van egyébként a baj, hanem az emberrel is. Hol se stimmel semmi. Mondják, hogy a disznótól pár génnel különböznek. Azért néztem, és sok politikus semmivel nem különbözik. De csönd, hát aztán abban vannak a disznóban méretek is. Tehát. Nos, az ember is ugyanígy igaz. Ezek a történetek nem stimmelnek. Hiszen, csak nézzük meg, az Australopithecus. Nézzük meg ezt a hatalmas pofacsontot. Hát mondanám, hogy mekkora zavar lenne, ennek leesne az áll egyszer a rácsodálkozó valami. Na de azért nem olyan könnyen esik le, mert hogy igen, tenyérű, izomköteg az, ami fogja. Néha nem által nekünk semmit látunk a tévében. Tehát ez azt jelenti, hogy visszafele nem megy. Még sincs ekkora állunk. Na, a tévében lehet látni, politikusban nem nagy arcokat lehet látni. Nézzük meg, amit innen visszafejlődött, azt ide rádolgozta, tehát agytérfogat nőtt. Aztán itt meg már a Homo sapiens, tévében sok Homo sapiens lehet látni, de itt nézzük meg az agy szinte a duplájára, tehát teljesen körbe, és már alig van állkapcsa. Ez így van. De ezek külön fajok, még az emberen belül is külön fajok. Ennek az a szépsége, hogy ugye ő elvileg a legidősebb. Aztán jön ő, hát mi már nem nagyon leszünk idősek, mert már arra nincs szükség, hogy megéljük az időskort, de a neandertali ősember az durván 120-130 ezer évvel ez után élt. Nem stimmel semmi. Ugyanis hát mit ad Isten, hogy a szövegkörnyezet, ezt úgy nevezzük a fosszíliákban, tehát a rétegesen eszük lehet, van mondjuk ő a maga kis 120 ezer évvel ezelőtt, aztán itt van a neandertali vagy a fölött 120 ezer év, tehát az üledék, rakódás, stb. És mit ad Isten? A neandertali vagy el van itt ehhez képest 120 ezer évvel fölött, azt fölötte van még 30 ezer évvel megint újra jön. Ott is helyezkedett mi? Nem, egyszer éltek. Hát több külön faj. Tehát nem csak, hogy az állatok külön fajok, hanem még emberen belül is. Kísérleti bátyi is volt. Hát kellett kísérletezni, hogy melyik az, amik életképes ezen a planétán. Annyira egyszer a történet, hogy már várt. De nézzük meg egy még izgalmasabbat, amit itt látunk. Hát ugye eddig ilyen 130 ezer éveseket beszélgettük. Most ez már izgalmasabb, de nézzük meg, hogy azért mi magyarok azért megint kitettük magunkért, ugye a Rudapithecus, tehát a rudabányai Rudapithecus hungaricus. 340 ezer évvel ezelőtti megtalált leletek. Itt még nagyon optimisták voltunk. Teremtés vagy intelligens. Remek mű, tervezés. Hát nézzük meg.
Ugye valahonnan innen föntről jön ez a történet. A DNS, ugye, a DNS szál, és akkor benne a kromoszomák, amiben így van fölhajtogatva az összes térképünk, hogy ki, mit tudom én, 200 cm magas lesz, 65 kg, stb. Ez mind szőkirajú, kékszerű, stb. Japánok egyébként a 60-as években már megfejtették. De miért is mondom? Mert, ha ezt tudja, hát akkor egy fiolába el lehet vinni az egész világnak a gényét. Miért ne? Hát dehogy ne. Hát az a négy alkotarán van csak, ugye azok a nukleinsavak. Adenin, citozin, guanin és timin. Ez a mi alkotarán sorunk. Azt ennek a váltogatás, ahogy megy, ahol, tehát létezik, hogy innen származik. Hát ott mondtam, biológusoknak, ne vonjuk kérdőre. De, akkor fogutatom már, igen, ott azért az már más történet. De mindenképpen az intelligens variáns az, ami szóba jött. Ugye, ez az érintés, hát valakik. Hát most nem ezek a, ezek ilyen rovarok tulajdonképpen, de hát nem ők. Viszont van egy izgalmas történet. Ez a legfrissebbek egyike. Ez körülbelül egy jó másfél hónapja tették föl, és hirdették ki, ha úgy tetszik, hogy különböző meteoritokon lehet nukleinsavakat találni. Nem is akármilyen nukleinsavakat. Ez azt jelenti, hogy akkor a világegyetemben szanaszét körözik a DNS alkotó elemei. Igen. Olyannyira, hogy ezt például, ezt a DNS-t, ezt a Földre bepottyanva találták, és megnézték, itt vannak a kapcsolódási láncok, ezek a nukleinsavak. Vagyis az alkotó elemek. Ezek ott bolyonganak. Létrejönnek ott. Igen. De miért is mondom? Hát akkor már most már nem stimmel semmelyik része, mert eddig azt mondtam, hogy ez csak itt, és csak ebben a nagy légkörben, amit létrejött, hogy csak itt lehet ilyet alkotni. Hát nem. A középső metszeti részeken átvilágított formában ott lehet látni, itt helyezkedtek el, és akkor döbbentek meg, hogy mindegyik ezek a nukleinsavak ott és erről az úgynevezett meteoritról származnak például. Igen, ha azt jelenti, hogy akkor ez minden így működik, akkor nézzük meg. A Földnek a durván a 70%-a a földfelszínnek víz. Az emberi testnek szintén. Mit is jelent? Hát vízben élünk egy darabig. Sokan szeretnének visszamenni még persze, de ez azt jelenti, hogy a víz egy olyan közeg számunkra, egy nagy mágnesen, ami hat ránk. Ebből mi is hatunk oda-vissza. Itt az a híres 783-as Schumann-rezgés. A Schumann német fizikus jött rá, hogy az ionoszféra és a földfelszín között villámláskor alacsony rádióhullámok keletkeznek. Alacsony rezgés. És akkor jött rá, hogy hoppá, Ez valami speciális. Hát igen, mert ez a Földre jellemző rezgés, ez a 783, ami ma már nem ennyi, mert már 12 Hz. Ezt lehet mérni, hát ennek van egy hullámhossza, és az ismétlődések periodicitásából adódóan, hopp, ennyit mérnek, 7,8, kész. Az egy Schumann rezgés idő. Vagyis itt van a Földfelszín, és itt van az ionoszféra. És a kettő között itt hullámzik, és X idő eddig ez egy 7,8 Hz-es. Kösz. De ma már 11. Vajon miért? Hát mert ugye haladunk a központi naprendszer felé. Az egész galaktika egy teljes átrendeződése folyik, és ez a 13.000 éves nagy ciklusok, vagy 263 millió éves úgynevezett óriás spirál, amiben most az egész naprendszer, mindenki a központi, és kezdünk beérkerülni ezen a pályán, majd mutatok egy képet. De nézzük meg, hogy vannak olyan hullámok, amik átmennek a világűrbe, vannak, amik bemaradnak földi terébe. Itt lehet látni a hullámhosszok, hogy mekkora hullámhossz, itt a sűrűsége már ilyen. Aztán ott lehet látni, hogy különböző emberek, tehát hogy a méreteket, hullámhossznak a nagyságát, de egész az atomai kísérletekig. Van, ami ezek a frekvenciák, illetve az, hogy milyen tartományban van. Mert ugye például ezt most nem látjuk, amikor most nyomkodom, de tudod, milyen tartományban ő adja a jelet oda. Tehát ezek hétköznapi dolgok, és hát ezt használjuk. Itt van szinte a legkisebb egység, a kvark.
Úr. Tessék? Úr. Igen, jó. Nos, miért is mondom ezt? Mert hogy a gravitáció, itt van a Földünk, itt vannak a mágneses fluxusok, tehát ezeknek a mágneses hullámoknak a rezgését frekvenciában ki tudjuk fejezni. Pontosan ez volt például a sima rezgés. És az erős és a gyenge kötések a kvarkok között pontosan ezt mutatják, hogy létezik egy egyéb olyan dolog, magamnak ennyi időt adtam, csak most azt fel kell virágni gyorsan. És tehát ennek köszönhetően az emberi életnél egy nagyon különös változás, ami nem teremtés, nem evolúció, hanem rezgés. És ezzel nem számoltak sokáig. Ugye itt vannak az alfa hullámok, sokan jártak biztos agykontrollra és megtanulták ezeket a módszereket. A különböző, a béta, ez most béta alfába zajlik, és hogyha nagyon unalmas vagyok, akkor mindenki csak már a legutolsó a deltába hallgatja. Kész, nem ezen a világon. És reggel majd szólnak, hogy takarítani szeretnénk, és tessék hazafáradni. Ha szép csöndben kimegyek persze. Nos, a DNS. Megállapították, hogy a DNS igenis az emberi szavakra változik. Vagyis a rezgésre. A gondolatokkal. Hát a agykontroll is erről szól. Emlékszünk, a 80-as években, éppen 80-ban, a Danszki munkások kimentek nagy tüntetés, mentek haza, összetörő mindent. Leültek és ott ültek 3 napig. Egyszer csak az orosz alfa kommandót behetették. 20 fő leült, koncentrált, és hazamentek a legények. És mindenki ment haza, azért, hát te miért jöttél haza? Nincs selemmény, sem. Tényleg? Tényleg miért jöttem haza? Mert befolyásolni lehet. És ezt ma használják. De ennek tradíciói vannak, tehát ez nem minden ered. Ezért van például a suma rezgés miatt, most egy pillanatra még visszakanyarodunk oda, hogy azt érezzük, hogy az idő olyan marha gyorsan megy. Mert a rezgés, miről is van szó? Az idő, az óra, annak rögzítve van az oszcillátorában a kristály, hogy ő az ennyit per állandóan, és ezért mindig a 60 másodperc, az 60 másodpercet. Az idő, az év, a hónap, a nap, az óra, a perc, a másodperc, az ugyanannyi. Mi mégis úgy érezzük, hogy annyira gyorsan szalad el, mert a mi belső rezgésünk gyorsul föl, és ez még föl fog menni 14 Hz-re. Itt a magyarázat. Ezért repül az idő. Miközben az órán ránézek, és most is ugyanannyi idő alatt telt el. Hát pontosan ez a lényeg. Vagyis, ha kommunikálni szeretnénk, ha hatást akarunk kiváltani egymást, akkor ez olyan, mint egy tolóba beledobunk egy követ. Akkor ugye bizonyos hullámok, hullámgyűrűk mennek, és ezek szélesednek ki. Igen, de ha két hullámgyűrű van, akkor a kettő találkozik. Interferenciák jönnek létre. Vagyis egymásra hat, és visszaveredik önmagára. Ez az, amikor sokan vagyunk, és akkor hányan vagyunk? Mennyiféle reszkés terén az ételbe. És nézzük meg ennek a távolságra, és lehet messze, később ér róla. Lásd egyik földrész, másik földrész. Ez pontosan így működik. A kristályok, hát ugye itt az egyiptomi dolgokról például a Szakkara, a híres Csószer fáraó piramisa, a lépcsős piramisa, ennek az alsó részében, hát ott lent vannak kristályedénysorok végig. A beavatás terve, ahol van így idővel, rezgésemeléssel elérhetik a tudatnak a magasabb fokára lépését. Ezt ott tették. Én próbáltam oda lemenni, nem engedtek rá az őrült. Mindig válogattak, fotó, fizethettem érte, hogy őket fényképeztették, és ennyi, de nem engednek oda, mert semmit. Sőt, most lezártak már nagyon sok területet, hiszen olyan robbanások történtek, de ez most más téma, a Keosznál. Ott kutatják, nem is érték, a föld mélyében történt ott bent valami, és egy szerkezetet érzékelnek. Lesz valami, reméljük. Nos, a mi csakráink, pontosan erről szól a fába. Hát rezgések, rezgés központok. Ugye, vannak, akik ezzel foglalkoznak, azok tudják nagyon jól, hogy ezekkel befolyásolhatjuk az egészségünket. Az anyag, az anyagunk létrehozása, például a szerotonin, melatonin. És az a döbbenetes, hogy a régi buddhista papok, akik ezt konceptatív úton érték el, azok az egészségüket tudták helyretenni. És megmondták, hogy melyik rész, ez a fiatalságra ad, ez stb. Stb. Végmentek.
És ma a tudományos módszerekkel bebizonyította, hogy tényleg szerotonin keletkezik, és ez pont arra hat, amit ők nem tudták, hogy szerotonin a neve, de ha ezt a csakrát elkezdem gerjeszteni, akkor ez történik. Vagyis nem csak önmagunkra tudunk hívhatni, hanem másokra is. És ez az úgynevezett, úgy szoktam mondani, a morfogenetikai mező, vagy nem más, mint a tejföl. Ez olyan durván két méter magas, ebben sétálunk. Ezért van, hogy a föld különböző részei egyszerre egy időben szinte mindenki, vagy többen rájönnek egy találmányra. És egy bonyolult találmányban ugyanoda teszi a liglit rá, ugyanolyan csavarmérettel, ugyanolyan formája lesz, és közben nem mondták egymástól, ugyanabban a tejföldbe sétáltak, idézően értem a tejföld, ugyanabban a rezgés halmazban, csak ők akkor lenyílt neki valamiért, megértette, rájött és kész. Hát ez, tehát ez, ebbe vagyunk, tehát elég, ha ebbe a, és akkor is már érthető az előző előadásban, elhangzott, amikor a Gwen antennákra erre a tejfölre hatnak, és mindenki őrül meg. Olyannyira lehet ezt, hogy ezeket a rezgéseket lehet mérni is. És meg lehet tanulni, hogy melyik anyaghoz ér, csak fölé tartja a kezét, és tudja, ez most alumínium, ez kristály, stb. Vagy bármi. Tehát mert ennyire ezt tanfolyamokkal lehet megtanulni. És hát ugye itt vannak ugye a rezgések, de miért is mondom? Mert hogyha például elkezdünk meditálni, mert ugye hát a meditálnánk az rosszabb, meditálva szépen az összes csakrán keresztül, mint egy mágneses, mint ahogy a Föld volt itt az előbb, ugyanilyen mágneses mezők alakulnak ki, rezgéseket bocsájtunk ki, és elkezdünk hatni a másik emberre. Most egyet ugrunk, mert ugye nagyon lényeges, egy másik tényező, ami persze szervesen összefügg, ez az úgynevezett Fibonacci szám, vagy nem más, mint az aranymetszés. Aranymetszések születik a csi, ez a kis tengeri csillag. Vagy aranymetszéssel nézzük meg a szabadkülönbségnek a címerét, ez úgy aránylik ez, mint ez, és ez 1.61. Ez az új perc úgy aránylik ez, mint ez, ehhez. Tehát megint 1.61 az arány. A tenyerünk úgy aránylik, a alkalmunkhoz, vagy például így képződnek a különböző pontszemek a pápa szemes lepkén. Hát erről nem beszélnek, van evolúció, meg van intelligencia, és van a rezgés, arról miért nem beszélünk? Hát ez sokat meghatároz. Pontosan ezt szerettem volna megmutatni, és miért is mondom mindezt? Mert ha a tudat ilyen dolgokkal, rezgésekkel van irányítva, akkor tudunk hatni is visszafelé, és meg tudunk fordítani folyamatokat, és visszahatni is tudunk, mert ez a lényege. Nézzük meg, ez az aranymetszési ponton keresztül az épületeket így építették. Még ma is jelenleg. Azért is állnak, de ha nem, az meg azért, mert áll a modern embernek, az majd lelevi, szétbombázza és egyéb. Nézzük meg az arányok, mindenütt ugyanolyan, stabilak is. Ez talpont, ez nem pedig ez az éle, csak úgy néz ki, ez a központi, de az aránya, ha ezt ide ráfordítanám, akkor itt van a kettő közötti különbség, 1.61 az arány. Nézzük meg például a Szaturnusznál, ugyanez az arány. Ez a világi űrben is így van. Ez egy szabály, amit Fibonacci profi módon megtalált, de hát ugye nem is az volt a neve, hanem pizzának hívták. Ugye? Ahogy Charles Darwinról beszéltünk, hogy nem is ő csinálta, dolgokat, ő se. A Fibonacci az egy gúnynév volt, csak amit ráragasztottak. Nézzük meg, hogy miről is van szó. Hát durván ez a formája. Itt 1-1-1. 1 meg 1 az 2, 2 meg 1 az 3. 3 meg 2 az 5, 5 meg 3, 8. 8 meg 5, 13. 13 meg 8, 21. 21 meg 13 az 34. 21 meg 34, 51. És ez így ismétlődik. Miért mondom mindezt? Hát ez egy rendszer. Ez nem tud máshogy működni. Ezzel mit is mondok? A bálna mindig bálnoz. A majom mindig bán, vagy az már, hogyha úszni, akkor igen, meg hát ha visszanevíző. Tehát magyarul mindig megőrzi mindenki ugyanazt a tulajdonságot, az egy rendszer. Nem tud mit csinálni. Kényszerűségből. Nézzük meg, ott van a Fibonacci. Tehát a galaktikáknak a felcsavarodása ugyanez a rendszer. Ez kiszámolható. Na most ez az, amit mondtam, hogy itt van a durván a mi napunk, a kis naprendszerünk, központi csillag, és e felé, tehát így lépünk befele egy kicsit. Hát mert itt már nagyon közel lesz, akkor azért nem árt, hogyha ilyen 52 faktorost használom, mert nem meleg lesz. De van még egy nagyon érdekes, a galaktikáknál, a fekete lyuknál. Ugye itt is ugyanaz az arány felcsavarodás, amit lehet látni.
Mert hogy így működik a rendszer, ez is, nincs mese, nem tud máshogy. Viszont itt megint van az, amit én már beszéltem, ugye, mint amikor a koronacsakrán kilépnek, vagy a Föld mágneses mezeinél, a Van Allen övéinél. Itt vannak például a DNS-nél, ugyanezek a felcsavarodási formák. Hát ezért egyszerűen spirálisan csavarodik fel, nem tud mit csinálni, ez egy rendszer. Világűen így. Még a hölgyek, ha jó ügyesek, és még legalább ekkora hajuk van, még a hajukat se tudják máshogy csapni, hogy ne így csapódjon a víz. Rendszer, nem tudom, mit sem, szabály, így működünk. Ugye a Nautilus nagyon híres metszetbe vették, és a turbinát róla találták fel. De ugyanez az arány, ugyanez. Tessék, a növény, ugyanígy, így képződik. Tessék, kiszámolható. Előre meg tudom mondani, hogy ennek a növénynek hol kell a következő levelének lennie. Ez nem evolúció, ez nem intelligens teremtés. Egy rendszer az, ami a rezgésekre épül. Ez például a majom puzzle, úgy hívják, jópofa kis fa. A rózsa, hát a bimbolyától kezdve így alakul ki. Ugyanígy, bárhol, a kisebb egységekre ugyanígy levetíthető. A különböző növényeknél előre kiszámolható, a gyümölcsöknél, zöldségeknél, kaktusznál, mindenütt. Meg lehet határozni egyes levél, kettes, hármas, négy, ötös, és így hol képződhet. Volt egy kísérlet annak idején, a Kélián fotozásnál. Levették a galról az összes levelet, odaadták valakinek, rávilágítottak, és a hologramon ugyanúgy meglátszott az eredeti levél, annyi meg lehetett számolni. Mert hogy rendszerben számoltak éveknek. Most nézzük a napraforgó, ez már egy izgalmas történet, de itt is tetten érhető ugyanezek. A kelkáposzta. Hát ezek az arányok, ez mind a Mandelbrot arány. Lehet a fagyok tobozzán, és mind meg tudom határozni, hogy hanyas, hol kell, hogy képződjön a következő. Például a növényeknél is. Itt lehet például ez különböző, hát ez rendszer, ez a pontsor képződés, matematikai történet. És akkor most Mandelbrotot kell itt említsen. Mert hogy ő nem más, és itt ez a lényeg, tört dimenziók. Mert hogy ez meg abból kialakult rendszer. Nevezetesen arról van szó, ugye a híres fraktál elmélet, úgy nagyban, mint kicsiben. Tehát minél belemegyek egy ilyen részbe, akkor ugyanazt fogom látni, hogy kik nagyban, benne van ugyanez a rendszer kicsiben. És ez maga nem más, mint megint a Fibonacci formáció. És nézzük meg, ugyanúgy ott van a 2, 3, 5, 8, 21, 10, ugyanúgy. De ha belemegyek abban a pici részletbe, abban ugyanúgy megjelennek ezek a még kisebb. Ez egy rendszer. Ennyi. Nagyon csodálatos is. Az új lenyomatunk, hát ezért más. A DNS-ünknek megfelelően és egyéb személyes formációnak köszönhetően, de ugyanígy csavarodik fel. Ezért más mindenkinek. Nem is tud más belevenni. Ott az emberi agy például, a rezgések. Hát, hogy ez döbbenetesen, de így igaz. Az agy nem tud más, hogy ki, jó, politikusban láttam sima barátságot, de az kivétel, persze, az erősít a szabályt. De nézzük csak meg, hát ugyanígy, nem tud. Ez a rendszer, kész. Bizonyos frekvenciák, és akkor barázdál. Ugyanilyen például a dió. Ezért olyan forma. De másiknál az arány. Attól függ, hogy melyik rezgés az erősebb, melyik hat rá jobban, az szerint máshol. És ez az, amiről beszéltem a fekete lyuk, tehát így ez a speciális, és itt lehet látni a Föld, ugyanígy kilép ez a Van Allen öv rész, itt ez, a fluxusoknak a találkozó. Itt van az Aurora Borealis, szoktak látni például. És akkor nézzük meg, eljutottunk a torusz elmélethez. Ez meg ezzel függ össze. Ugye van kétféle, van a labda, és van a másik, hoppá, elszaladt, igen. Van pedig az úszógumi, az jön mindjárt lesz. Az úszógumi forma kicsit betüremlet. Tulajdonképpen ezek a fekete lyukak is valahol, ha lehet mondani, így állandó áramlást fenntartó valami. Tehát a rendszer él. Ezzel csak azt szerettem volna megmutatni, hogyan. Hát itt lehet a legjobban nézzük, csak elindul egy ilyen rezgés, végigszalad, körbe megy, megint bejön, ide jön ki, és körbe rajzolja így az egészet, ezt a formációt, vagyis az örvény és az áramlás örök közül, ott nyeri az anyagot természetesen. Az ősi rajzokon ott van ugyanez, ez a rendszer, pontosan a fa, milyen a világfa így. Hát ez a lényege, nem véletlenül tettem bele. Most nézzük meg ugyanúgy a napunk, és ugyanilyen rendszerben működik az egész. És itt van ugyanúgy a csakra, ugyanígy működik. Nem tudunk máshogy, és akkor ez nem evolúció, ez nem intelligens tervezés, mert ez a,
Ez az anyag, a tér, és ez az együttes hatás. Nézzük meg még egyszer. Nem tud máshogy nőni ez a szerencsétlen kis napraforgó. Mert hogy van ez 137,5 fok, amit ha így pörgetünk, körbenézünk, csak elkezd sűrűsödni, kialakul teljesen. Nem tud mit csinálni. Evolúció. Intelligens teremtés. Persze van az is, hogy legyen ilyen. De itt így fog kialakulni. És akkor nézzük meg, hogyha ezt most kicsit látjuk bennünk, ugye azokat a spirális részeket. Most nézzük meg, hogyha külön úgynevezett kiemelt pontok jönnek létre. Ez a kiemelt pont, hogyha ezt megrajzolgatjuk, akkor szépen kirajzol egy különös, ilyen, egy újabb rendszert. Mire hasonlít ez? A légvonalakra. Hát ugyanígy. Tehát a Földre is igaz, ahogy erre a kis napraforgóra. Pontosan ez az evolúció. A Föld evolúciója. És nézzük meg, ha ezt további rendszerekkel bővítjük, akkor kicsit torzulnak már az elemek, és létrejönnek ezek a úgynevezett mozaik szárnyak. Nem tud máshogy szegény kis szitakötő, csak így. Nézzük a szemét, ugyanilyen. Hát ezért ez a hatlapka. De ilyen a lépesfézünk is. Ilyenek az úgynevezett hatlapú kövek is. Tehát az anyag is így tud csak alakulni. Azt nézzük meg. Ugye mert az előre azt mondhatjuk, hogy ezt mesterségesen gyártjuk. Ez így igaz. Méhészeknek. De ezt ők állítják elő. Vagy ugyanott titokban legyártatják? Nem tudja máshogy rakni szegényként. A pók nem tudja máshogy rakni a halálóján. Jó, a részek fordítva indult, de egyre. És ez egy csodálatos példája, amikor a méhek valóban ők hozzák létre ezt, mert itt a igazi Mandelbrot ábrák térbelében is. Tehát akkor nem síkban rak, hiszen a darazsak is láttuk, hogy domború volt. Itt meg össze-vissza rakják, de a rendszer az ugyanaz. Hát a DNS-ek ugyanígy alakul. És nézzük meg, hát nem hat lapok ők is. A nukleáris savaink, a DNS-eink. Hát nem tud máshogy alakulni. Ezt a rendszert? Most ha ezt valaki kitalált, akkor ez tényleg teremtő volt. Nézzük meg, amikor egy mesterséges anyagot, mert ezért mutatok ezt a részt, amikor a mesterséges anyagból kilép 3D-be rezgés hatására. Ez egy sima, egyszerű, szintetikus festék. Mondjuk valakit. Nézzük meg, bekapcsolnak egy rezgést, azonnal kialakul az agybarátátság. A Vörös-tengerben úsztam, és ott úgy képzeljük el, hogy akkora agykorálok vannak, mint mondjuk itt ez a színpad itt, és ilyen nagy domb lenne, és ugyanígy néz ki. Tehát én a tengerek mélyen láttam, hogy itt egész más. A csendes óceánban láttam ugyanilyet. Ugyanilyenek voltak. Viszont nem tud máshogy kialakulni. Az egy más kérdés, hogy néztem, hogy ki úszkál itt mellettem, ugye bemegyünk ilyen helyre, jót menek, cápától kezdve mindenféle, ki ez, aki mindig jön velem? És óvatosan, ugye olyan legalizált mozdulat, hogy nagy szörnyet haltam. Ha már láttunk ilyen 5-6 mázsás mangalicát, akkor a fűrésségér jött velem, ekkora volt egy szem, ekkora korom szem volt, és mondom, jó lenne, aztán gyors úszóbajnok lett rögtön. Átadott egy másiknak, mert ugye az ő teritoriumban tévedtem be, és én szépen óvatosan úsztam, persze egyszer olyan gyors lett a lábmozgásom, hogy szerintem Fischer az sehol nincs ehhez a történethez, és átadtak, tehát ők ilyen kis világban élnek, ugyanilyen teritoriumban, nem is innék, hogy ez ugyanúgy működik, de oda lehet, ugyanígy néz ki az agykora. És most nézzük meg, hogy további frekvenciát kap, és nézzük meg, 3D-ben kiemelkedik a sima festék. Sima rezgés hatására. És ez egy festék, pedig nincs élete. De ezzel nem számolnak. Evolúciója van a festéknek. Persze praktikusul lesz belőle később. Nézzük meg ezt például egy művészeti kiállításon. Egy hölgy, egy művész, azt találta ki, sima ilyen kis talpazatra, ilyen serpenyőt, bekapcsoltak egy rezgést, és tessék, víz felszínen, kész egy szobor. Jó pofa, eredet ötlet. Hát az elméletre nagyon igaz. Nézzük meg a vizeink, hát itt ezért törik meg. Kapja ezt a rendszeres rezgést, ugyanúgy. Zsiráf.
Nem tud más, hogy a DNS-e csak így tud összerakodni. A különböző párusz, fekete, stb. Ott a rendszer benne. És akkor hát ugye Emotorról kell egy említést tenni, ugye ő az, aki ezeket a csodálatos dolgokat, az emberi tudat, hogyan hat a folyadékra, hiszen ő is folyadék. Azért mondta az egyik politikus, hogy a fia mikor nő már be az olyan, hogy keményedik meg az agyad lágya, mert hogy igen, lágy. Hát így van, de pontosan lehet rá hatni. A betegségekkel különböző dolgok megjelennek mindezeket, de azért azt, hogy ne felejtsük el, hogy ezek is hatlak formák. Mind azon belül még, hogy tudunk plusz az anyagra hatni. És nézzük meg, ő csinált egy kísérletet, ebbe a négy edénykébe belerakott egyikbe egy zsemlemorzsa, ott van, a másikba szintén az egyik szeretlek, azért írta rá csak, hogy holnap még emlékezzen, hogy ez most az volt, és a másikra pedig nem írta azt, hogy gyűlöllek. És ezeket a kísérleteket elvégezte, és amelyikben a szeretlek volt, hiába volt benne zsemlemorzsa, ami bomlik, nem bomlott. A mahikari, nem tudom, hallott-e valaki a mahikariról, az olyasmi, mint a reiki, csak annak egy kultikusabb változata, az összeválaszkozóba teszik a kezünket nagy-nagy szeretettel, és a felületén lévő baktériumok nem fogják lebontani. Nem rohad el. Majd 3 hét múlva. A mellette levő meg 3 nap múlva teljesen rohadt. Tehát tudottal tudunk hatni. Na ez lesz a fegyverünk, amivel többek között, mert azért van, ahol nádpászát is kell majd használni, de alapvetően az emberi tudat azt a kevés kis gonoszt, azt a 2%-i gonoszt tudatával tudja legyőzni a tudatos gondolatainkkal. Nos, a druidákról beszélünk, ugye? A kelta törzseknél nagyon izgalmas dolog van, hiszen ők voltak az emberiség történetében az elsők, akik manipulátorok voltak. Ők befolyásolták az embereket, olyas, mint a vudozás. Volt egy varázspálcájuk, ez az úgynevezett madalfáról jött. Lemetszették, megfaragták, és a varázspálca történet az innen származik. És a Halloween napja is egyébként, őtőlük. Na most mi történt? A Halloween, meg a, egyáltalán ez a varázspálca, az a szent fáról van, és manipuláltak. Hollywood szent fa. Hollywood a mai tudatos embereket gerjesztő történet, ami szent fát jelent. És ugyanazok egyenes ági leszármazással átörökítették, és ma ők manipulálják filmeken keresztül. Nézzük meg! Jön a világ vége, mindenki menekülés, bevásárol, stb. Stb. Jön a érdeklődés hiánya elmarad. De majd jövő héten kezdődik újra az újabb. És akkor sorol a hülye kommandós filmek, a halál, meg egyéb a katasztrófa, ez mindenről szól. Tudatilag befolyásol gyerekeinket. A legfogékonyabb agy a gyerek agy. Arra válnak rá. Olyan személyiségeket tesznek bele a gyerekfilmekből, amikor megnéz az ember, kész. Aztán a legújabb, ez most a legfrissebb, van egy reklám, ez a valamit elkezd mondani, mondani, vigyázzal. Tadogás, beszédhibákat lehet vele előidézni embereknél. Kint voltam Angliában. Magyarországon az úgy néz ki, hogy néz az ember a filmet, és mondja, hogy olyan izgalmas, hogy Deltával nézzük. És akkor, na mindjárt az elején olyan izgalmas, és végig tartja ezt a szintet. És akkor egyszer csak hirtelen fölülik az ember, kiülik a nagyjárgájába, azt se tudja, hogy hol van. Hát kiderül, hogy jaj, a reklám. Kint voltam Angliában, most azért mondom, hogy létezik a médiában intelligensebb formájásának, és akkor eljött a reklám, akkor aludtam el. Na miért van csöndben volt a reklám, hogy arra figyelt az ember, most mi van, miért nem csöndes? Ja, reklám van. Lehet így is. De már él a média törvény, hogy ezt már nem csinálhatják, na és kitörődik vele. Van, aki számon kér valakit ezért? Nem elég, hogy megcsináltok a média törvényt? Ha betartod, mi a frásznak? Elég, ha van. Nem? Kérdezik, van? Használok, nem? A tudatra ébredés pillanata. Hát ezt nem véletlenül tettem rá, illetve ideve. Hiszen a tudatra ébredés pillanata, amikor tudjuk, hogy hogyan manipulálnak minket, akkor rögtön megérthetjük azt, hogy
tudatra kéne ébredni. Az emberiség történetében az igazi tudatraébredésnek a pillanatát látjuk most itt. Mit gondolunk, melyik az a pillanat itt? Mikor mondjuk, hogy valaki a tudatára ébredt? Vagy akkor, ha a bodri is pálmalevelet, vagy valami tudat tesz magáé. Vagyis a szégyen érzet, a szemérem érzet. Az a pillanat, amikor az első, persze a tudatraébredésnek van sok fázisa, de ez az egyik legfontosabb. Ez a pont, amikor rájövünk, hogy itt valami többről van szó, és eltakarja az által szégyelni való történetet. Vigyázzat, mert hogy azért ezt sem nézem a hatalom olyan könnyedén, mert hogy ilyenek. Bárány bőrbe volt farkasok. Ugye hát a Koponyák és Csontok Társasága, a Forti Komité, Kerekasztal, a Knájnájtörök, és most itt nem a Hasszára gondolok elsősorban, akkor a 40-ek tanácsa. Ezek mind-mind manipulációs központok, amik irányítják az egész emberiség tudatát. Aztán akár a halálát megszervezik. Hát ugye erről a George Simpla Bush-t láthatjuk éppen. A legjobb puszi haverok minden terrorizmus címén bejutnak a házakba. Majd még arra visszatérek gyorsan. Ugye David Rockefeller, money, money, money című száma. A világkormány létrehozása, ami miért fontos, hogy egységesen. Mert figyeljük meg szépen, összehozzák, ha hagyjuk. Most már sokan azon vannak, hogy ne hagyjuk. De hát egyelőre még kettő egy javukra. Igen. Itt ez nagyon érdekes, Iron Russo és Nick Rockefeller. Miért érdekes ez a történet? Csak a illuminátusoknak egy gondolatmenetét. Azt tudjuk, hogy a hölgyeket ki emancipálta? Ők, FBI, CIA és az illuminátusok. Milyen rendes legények, ugye? De tényleg azok? Vagy nem? Nézzük meg. Nick Rockefeller elmondta Iron Russo-nak, aki egy producer baromi jó filmeket csinált, mert sajnos belehalt, de egy nagyon nyitott, nagyon nagy koponya. Ő egy interjúját lehet egyébként a neten látni, ez abban egy idézet. És a következő megkérdezte tőle Nick Rockefeller, hogy azt tudod-e, hogy ki? Hát azt mondja, a fogalmas, hogy mondja, Iron Russo. Azt mondja, mi? Itt ilyen korrektek vagy tőle? Ne bírjuk egymár, nem visznek is rossz. Hát nem, hoppá. Hát ugye az emberiség, hát majdnem egy harmada a férfi. Két harmada nő. Most a nők meg emancipáltak meg, tehát egyenjogúvá kellett őket tenni, és így majd ők is tudnak menni dolgozni, és a másik részét is, a nagyobbik részét is adózóvá tudtuk tenni, ergo a zsebünk tovább növelt. Milyen rendes figyú, nem? Azt gondolom, hogy nem innen kellett volna indítani a történetet, mert alapvetően az emberiség mi az, hogy nő vagy férfi? Ember. Oké? Okay. Ez kész. Egyébként a hölgyek húzzák jók a magukat, mert nem igaz, hogy a mi bordánk volna a balhé. Ez nem igaz. És vegyük alapul. Létezik az X, X, ugye a kromoszomák. Az a hölgy. Most az egyik X-et nagyba mutatom, lecsípem ezt a részét, akkor mi marad belőle? Y. Egy X, meg egy Y, ott a férfi. Mi van, még egy Y-t lecsípem? Egy aranyos esettel válaszolok, de nem erre gondolok elsősorban. Egy alkalommal fölhívtak hetek ezelőtt, és azt mondja az illető, hogy állandó UFO invázió van a lakásban, megkajlott a szekény, jaj, jöjjön segíteni. Mondom, uram, nyugodjon be. Szerintem de nem csak én láttam, a párom is azt mondja, hogy jaj, hát mondom, hát most megértem, de hát most ebben a pillanatban nem tudok, hát filmezik, vagy valami, oké. De jön a párom, majd elmondja, Feri, gyere! Na, hát nem ez az Y, de a semleges nem. Nem gondolkozott eddig valaki, hogy a semleges nem létezik. Állat rovarfajokban ma is. Embernél is volt, és akkor már nem volt szükség.
keresztbe vágták el az iszlomot. Nos, hát itt egy szoros György. Hála Istennek, Putyin, olvastuk, ugye, tévében benne volt, tévében az biztos, de főadásban biztos látta mindenki. Putyin az Orosz Föderáció bejelentette, hogy a magyar pénzügyi terrorista ellen elfogadó parancsot adott ki. Hát végre valami jó hír. Ez az ember tette tönkre a világot. Nagyon büszkék lehetünk rá. Jó hűlőfejjel. Orbán Viktornak a pénzemberre. És nagyon sokat ő támogat. Hát ezért mozgott ez így. Itt van ez az Ili vezér, Vézer. Nem is járt Auschwitzba. És veszi fel a pénzt, hogy ő az egyik szenvedő alany. No, menjünk tovább. Hála Istennek, te már lassan a helyzetre kerülsz. Kiadatási parancsot is kért Putyin, és hála Istennek nyert a választásokon. Ha végre szűk lesz a nadrág, Szoros György lesz ettől kezdve. Kicsit máshogy mondanám, mást is lehetne belőle érteni. No, nézzük meg ez az idióta, amit éppen minket ilyen kis ilyen, szóval ilyen játéknak tekint, és hát sajnos az a baj, hogy erre kap embert is. És ez nagy baj. És hát ezek ugye erről szól a játék. A pénz, az olaj, és kész. Semmi másról. Áraink, hát már nem is tudom. Most szerintem már jobb, ha most már pénzt teszünk bele az autóba, mert körülbelül ugyanúgy el fog menni vele. Nem, hogy már mostanában élvezet vezetni. Mint hogyha az cseppé lenni. Egy autó nincs. Nézzük meg ezt a rafinált reklámot. Ugye, ne háborút, béke az, amit akarunk. De ha jól tépem el, ne békét, háború az, amit akarunk. A tudat manipulálása. Elmegyek mellette rögzül. Ja, vissza, még akkor lekattintani nyugodtan. Interaktívak vagyunk teljesen, úgyhogy úgy működik. Itt ez a gyönyörű, szép barack. Azért egy megdöbbentő dolgot szeretnék mondani, hogy annak idején, körülbelül 50 évvel ezelőtt készítettek egy most nevetünk azon, tényleg barackpálinkát küldtek neki, szóval tényleg igaz. De mi félre járott? Ja, jó. A következőről van szó, hogy annak idején, ez a szép szállegény, 50 éve készítettek egy szobrot Amerikában, ahol az egykori amerikai elnök ott áll, kezében egy szabadító levél, és egy göndörhajú néger gyereknek nyújtja át. Javaslom, menjenek föl az emberek, nézzék meg nyugodtan a neten. A szobrot, most itt nem tettem be, az a paraszkóban, de az a döbbenet, hogy akkor megmondták, hogy a 44. elnök az ez lesz, mi ha nem manipuláció. Én a George Simpla Bushnak a újabb megválasztását, amennyiben az választási manipulációját, akkor így mondom, előre megmondtam, hogy ő lesz, hát ezen nem kell törni a fejünket, ez tud, így van. Ez nem úgy mások. Ugye köszönhetjük neki, ezért egyébként ezt azért tettem ezt a képet, csak kicsit félre szaladt a fantáziám. December 29-i aláírás. Itt rögzíti, hogy bármikor joga van ő neki, bármelyikünkre halálos ítéletet ott azonnal a likvidálási parancsot kiadni, úgyhogy jogi semmiféle tiltakozást nem létezik. Joga van bármekkora embertömegeket bebörtönözni, joga van táborokba helyezni és fogva tartani, és amit akar, azt tesz velük. Azt azért nem mondom, hogy lakásba menni, azt már 2 évvel azelőtt aláírták. Kezdjük, ott van nagy családi pihenő, és ránk volt a kommandó. És ilyen kisüsti berohan, és azt mondja, hogy akkor velem jössz. És elmész. És sehol nincs kész. Felfogtuk. Nem is itt. A világ felfogta. De nem is gondolnak bele. A nagy szabad amerikai nép. És ezt simán tűri. Hát
ugye aztán innentől kezdve, hát mentünk a Sheremetyevói repülőtérre, bocsánat, Semere Klotyó volt, mert tényleg egy szavam nem lehetett, egy találmánnyal mentünk ki, a Pali barátommal. Szerencsére oda telefonáltak, van vörös telefon, van még, van, minket simán átengedtek. Előtte megállítottak, azt hittek most likvidálnak, hiszen olyan dolgokat vittünk ki, hogy azért lenőttek volna. De nem egyedi eset ez. Ugyanígy működik. És úgy átvilágítottak mindenkit, hogy hihetetlen. Abban bíztak, hogy az oroszoknak adjuk ezt a találmányt. Három napon keresztül egyfolytában klímát szerelt egy orosz KGB-s Vietnámban. A szomszéd szobánál. Mindig öntünk állandóan szerelt. Én egy olyan hülye vagyok, mindent megpróbálok. Évekig a haverommal klímát szerelgettem. Na, segíthetek? KGB? Kész, becsukta, elment. Onnantól kezdve nyugalom volt. Három napig azt a egy csavart szedte le. Na igen, ott is van, azt jelenti, hogy kicsit lazítson. Hát ez van, ennek köszönhető, átvilágítanak, úgy megy meg rajtunk be a ihanók, ahogy csak kell. És hát ugye az embereket, ugye hiába tüntetnek. Hát ez a másik, amit meg tudok örülni. Bejelentik, hogy ez egy milyen ország. Hogy itt mit csináltunk éjjel-nappal. És mit csinál a nép? Úgy felháborodik, olyan dühös lesz, hogy másnap, nem akkor, másnap berolna a rendőrségre, kér egy engedőt, három nap múlva őrjönteni fogok. És engedélyezik, vagy nem. Hát nem engedélyezik, hogy most nem őrjönteni. Nagyon ügyen világ ez. Na, hát ők állnak minden mögött, az Illuminati. Az illuminátusok, a megvilágosultak, a beavatottak, azok, akik ezeket a rendszereket ismerik, ők nagyon jól tudják, ők a hollywoodi főnökök, ők manipulálják a világot, ők csinálják ezt. Hát ugye Rissem, vagy Babszem, vagy Csipszem. Arról nem beszélek, hogy ma már olyan kamerarendszerek vannak a Nemzeti Bankban, valaki heves vérmérsékletű ember nem menjen be, mert ott olyan kamerák vannak, ez a Montex például, berakva, hogy amint belépünk, azonnal teljes térképet készít testről, hőtérképet, vérnyomást rögzíti a kamera, ahányan megyünk be annyiról, tehát kérjen nullával, abban a pillanatban. Lehet, hogy a vércsoportot is. A lényeg az, hogy amikor leül valaki, és már ideges lesz, hogy a fene egye meg, már megint két óra hosszára várok arra a 2 millió forintra, amit nekünk adott a Nemzeti Bank elnöke, mert most már 1 forintért dolgozik. De már szóltak neki, hogy nyugodtan adhatod egy év magadat, mi kifizetjük a többi 8-at. Most is megkapja egyébként a 8-at. Most is megkapja a 8-at, csak 2-nek van mondva. Na de menjünk tovább, de hát itt nagy változások van. És akkor utána mindjárt a kamera rögzít, és elkezdünk idegeskedni, és fölmegy a vérnyomásom, és azonnal szólnak a őrnek, hogy az terrorista lesz. És akkor mit mondott a tulajdonos? Megkérdezte a riporter, és ilyeneket tudsz? És még az őt is elmondanám, amíg tud, de azt már nem szabadna. Ahhoz arra, hogy már magát is le kéne lője. Nos, hát ugye amit láttunk az angol rendőröknél, ugye ez a fekete fér, az illuminátusok jelen, hát az egész angol ház, a lordok házatok, ez mind szabad, kövös, mester és illuminátus. Tony Blair 13-as fokozatú, bocsánat, 33 fokozatú, Tony Blair. Soroljam? No, hát itt van ez. Most azt a képet, amikor nézem, azért azt mondom, hogy Charles Darwinnak igaza volt. Szóval vívóban, mit vívódok ki ezen? Tehát ugye látom az újabb rendszereket, és akkor a visszaigazolás, akkor mégsem jól gondoltam. Hát nézzük, ami viszont itt van, az beszédesebb. A küldetés teljesítve, vagyis elvégezték azt az előmunkálatokat, amivel minden rendben van. A háború a béke, gondoljunk bele. A háború a béke. Ez a félmondás, ez komolyan is gondolja. A szabadság a rabság. Hát ez nem is kérdéses talán, csak a tudatlanság az erő. De ez nem a miénk. Ez az örökké. Úgyhogy hajrá!
Tehát össze kell fogni. Nincs mese. Ezt kell tennünk, mert akkor mennyit járunk? Miközben most itt vagyunk, akár melegben, beszélgetünk ellenesen. Azt nem mondom, hogy jól akkor, mert láttam, hogy a csapat becsületére már tényleg kitartó volt. A közben gyerekek ilyen vannak ma is. Az az idióta meg tárgyanyatozik, hova mennék ki, hányan halnak meg, döntök. Ezt sem hagyjuk. Ezek mind a manipuláció hétköznapi fegyverei. Földrésznyi területek éheznek. Persze Afrika nem kell nekik, azért van ez. Elintézik azzal, hogy nem szeret dolgozni a néger. Hát Afrikában jártam egy pár helyen. Nem tud dolgozni. De rájöttem, már nem csak Afrikáig kell elmenni, elég, ha itt maradok. Nincs munka. Azaz, hogy ébéért. És akkor látom, hogy a 14.300 eurós hajfizetés, akkor rezgek rendesen. Ugye, és ki a halott, ki a sérült? Majd mi? Hát mi megyünk ide le? Hát nem ők. Nem, dehogy. Ők csak manipulálnak. Éppen ezért az egyik javaslat, ugye, Gandhi. A szelíd erőszak, mert ugye az végül is az. Ő volt, aki profi módon megfogalmazta, és végigvitte. És igaza volt, mert hogy valóban így kell. Ugye most vannak már ilyen különböző kis ilyen ellentüntetések, védekezések, stb. Szerveződnek csoportok, hála Isten. De hát ott a túloldal is képzi magát. Ezeket a gyerekeket rács mögött nevelik. Szerintük milyen szocializálódási folyamat játszódik a lelkében? Ez 15 évesen szitával lő bárkit, ez a gyerek. Tehet róla? Ő a hibás? Aki a hibás, az mit csinál? Az távirányítozik. Hát ez most elhasznodunk komment kategória. Ellenállni minden téren, természettel. De csak óvatosan, mert ezek a mozgalmak őket gyengítik. De mutatnak egyben óriási történetet. Hogy van értelme nemet mondani dolgokra, és kell. Mindenképpen kell. Az ő nukleáris háborút, ez hol érdekli őket? Lemennek a föld mélyére, és ott átvészelik. Hát mi fogunk itt ezen elvérezni? Nem ők. Rengeteg ember a menekül. Földrészről földrészre, hiszen az időmáltatásnak ez a célja, elvenni a gyökereket, a talaj, a föld, elvenni, ha esetleg valaki összefüggést érez az itteni területelvételektől, azt szerintem csak a véletlen műve lehet, a gyökerét kivenni az embernek, a hazát, a fogalmat, a családot, a legkisebb államot, a családot tönkretenni, soha ennyi válasz nem volt. Megmutatni a filmekben, hogy hát nem csak így lehet élni. Ugye a Székely vitt eszembe, pontosan a degeneratív szemlélet szempontjából, hogy apám, hát én szeretnék képzete, hát szeretnék megházasodni. Az igaz, hogy hát és tegnap el is vesztettem azért ezeket a régi erényeimet. No, azt mondja, gyere, üljünk le, erényünk, mert azért ülni még nem megy. Ezeket a szemléleteket csodálkozzák. És akkor ott állunk, és kész. Megdöbbenünk. És tudom, manipuláció végig az egész. A félelem, ez az a pont és momentum, amivel játszanak. Félelem és a megaláztatás. És a kiszolgáltatottság. Ugyanis, és akkor ugorjunk az agykontrollra, a 14 Hz, a teremtés, 12 Hz, alfa kategória. Igen, de mikor vagyunk alfában, nem tudunk rosszat gondolni. Vagyis, ha félelembe tartok valakit, akkor az az ember nem tud alfára kerülni. És utána azt csinálok vele, amit akarunk. Működik a manipuláció. Noha ez így van, ezek a kétségbeesések, és ők azok, akik a mindent látó szemben a harmadik világháború céljai, amit akarnak. Valóban akarják, ne higgyük, hogy nem. Csak
Hát ezt nem lehet. Mert azt akkor ez marad belőlünk. A víz az annyi még marad. Visszatesszük őt. 396. A szeretet rezgése. Ez nem más, mint az Egyiptomban lévő élet virága. A szeretet az tényleg legyőzne, nem mondva, amíg a szomszéd éhezik és én kacsasültet eszek, addig azért forogjon nyugodtan a számban. Mert az az idő jön el most, amikor az embereknek össze kell fogniuk. Ha tudom, hogy az éhezik, mindent kell. Ma az emberiségnek alanyi alapon kellene egy tál ételt minimum naponta megkapni. Ez tök mindegy, hogy most egy lusta disznó vagy egy nagyon szorgalmas ember. 3-4 diplomákkal utcán vannak, éheznek. Itt az ideje, ne hagyjuk, erre játszanak, oszd meg és uralkodj. Te nem vagy kirúgva? Ugye nem támogatod? Te ki vagy rúgva? Ó, az ugye, az jól él. Kész. Jönnek a két csokornyakántósok, a piros, a zöld, a teniszezők, a focizók, ezek mind utálják egymást, az a jó. Az, hogy emberiség vagyunk, a nemes értelemben, az az, ami összetart. A hopping, meg maximum a szintskálánk, hogy milyen gazdagok vagyunk. Mert ez egész más jelent. És akkor ezek mind értelmetlenül válnak. És így egy teljesen más történet jött létre. Hiszen pont ez a lényege. És valóban a természetben, de izotopoktól mentes környezetben. Ma a Palinak a találmánya van több mint 30 ezer családi ház tetejére, ha felszerelnénk 30 ezer családi házra ezt a új tetőcserepet, kiválthatnánk Paksot. Kell valakinek? Tudom, kell? Nem kell. Nekünk kell? Persze, nem így értettem. Magasabb helyre szólt a kérdés, így tudom, hogy kell. Igen, kell. Csak hogy el megint. Nem kell. Mindenben elfűrészek az ember. Nos, és akkor ugye a meditáció az, amit rendszeresen szoktak az emberek. Vagyis ne így, mert ugye, ha nagyon tűzsők leülök meditálni, ez hülyen hangzik. Valójában a rezgéseinket, azt a közös, ami mind bennünk a víz elem, ha szabad így mondani, azokat elkezdjük használni, működtetni. Az a kevés kisebbség, az így működik. És akkor spirituálisan eljuthatunk ide, amit most látunk. Illetve, és a kulturális intelligens emberekre gondolok, akik kreatívok ebben a történetben, és új világot szeretnének építeni, és ekkor lehet csak az, hogy akár a galaktikán, akár a bolygón, de szűkebb környezetben, hazánkban, országunkban nyugodtan belenézhetünk egymás szemébe. És hogy kicsit tréfával búcsúzom, mert még az előadásomnak mutatok néhányat, azért megpróbálják az állatok is zárkózni, na most ilyenkor szegénybe majd nézik a zsiráf. Ezért hát ilyettében fölmászik a fára. Szelektív módon, igen, fejlődik. És ne lepődjük, ha már így élnek a szemek. Ebből, ami visszafejlődött, az a malév. A zsiráf még ott is nézünk, hogy eddig ott van, most hol van. Szitakötők már most gépesítik magukat. Teknős azt mondja, készülök, hát a balhé lesz, de ezt talán kivekkelem. És hát ez az igazi fejlődés, evolúciós út. Elindulunk, és hát... Der Mensch mondja az angol nemes egyszerűséggel németül. És hát a sörvas, meg sorhas is igaz. Az evolúciós elmélet a kezdetek, és tessék, tényleg. És a nők, hát a nők is azért alakítottak, ezért nézzük a mutációnak egy itális esetben. Tehát azért tényleg fejlődünk, szelekció. És hát Amerikában, az nem hazánkban van, természetesen, de hát ez van, ugye a hamburger sztorinak a vége. És ha meditálunk, egyes egyedek megpróbálják, akkor eljuthatunk egy új világhoz, ő komolyan gondolja, és akkor ilyen kis tréfás. Adjunk ilyen jeleket egymásnak, hogy akkor felrajzoljuk ezt, és tudjuk, hogy mi az, amit akarunk közösen. Most én ennyit szerettem volna magát, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megtisztelt azzal, hogy ilyen sokáig kibírt engem.
további kellemes hétvégét kívánok, és jó pihenést is nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmet. Előrehaladtával csak azért szóltam közbe és szakítottam meg a tapsot, mert fantasztikus előadás, de ezt akkor matinéban kéne elkezdeni, és akkor ameddig csak bírjuk, és akkor reggel így el vagyunk itt akár, csak adjanak minket nyugton. Hát nagyon szépen köszönöm a szervezők, a rendezők és elsősorban Nyers Csaba Károly nevében a jelenléteket, és el ne felejtsétek, hogy a legközelebbi Tarsolyosok találkozója egy rendkívül jeles napon lesz, ez október 6-a. Október 6-a, természetesen, hogy a történelmi dátumokat megtartva megemlékezünk október 6-áról is, és már szervezés alatt van az előadók névsora, Csaba már kapizsgál, keresgél, ötletel, tehát október 6-án ugyancsak egy rendkívül eredményes, szép, igazi, tanulságos Tarsolyosok találkozója lesz, immár a 18-dik. Mindenkit várunk szeretettel, de most már hozzatok magatokkal még 2-3 ember, mert inkább legyen megint 200, meg 300, mert szép számmal vagyunk, igen, így a végére, csak jó lenne, hogyha rendszeresebb. Nem baj, ha mindenki ismeri egymást, majd akkor mi fogjuk kisugározni a tudást, aztán majd úgy megyünk a sok béna, meg süket, meg vak, meg tudatlan ember között, mint a fényforrás. Hát így legyen, és Isten áldjon titeket, minden jót kívánok nektek, mondom Csaba nevében és mindenkinek nevében, aki csak jelen volt, Isten áldjon titeket. Köszönöm szépen mindent, a jelenlétet, és minden szépet és jót. És maradjunk úgy, hogy az ellenségeinket, mert azok vannak bőven, ott üsse meg a buta, ahol van. Adjuk nekik a rezgést, megjavulni nem fognak, de próbálkozzunk velük. Isten áldjon titeket, szervusztok, minden jót!